Show. Szerintem sok nőt érdekli a következő téma, amiről beszélgetünk, mert hogy ki ne akarna egy kicsit fiatalabb lenni, ki ne gondolkozott volna már azon, hogy mi lenne, ha megállíthatná az idő kerekét, és egy pár évet kapna, nyerne, esetleg ne adj Isten visszafiatalodna, vagy feltalálnák azt az elixírt, amiről ugye hát nagyon sokszor hallunk, meg rengeteg skifiben volt már, hogy az ember nem öregszik tovább, vagyis legalábbis lassítja az öregedést, vagy megállítja, visszafordítani nem tudja nyilván, tehát nem leszünk újra 16 éves kamaszok. De hát külföldi tudósok, magyar tudósok is dolgoznak ezen, és van egy magyar prof, képzeljétek el, aki ezen melózik, hogy tudja lassítani az öregedés folyamatát. Most itt nem arról van szó, hogy nyilván újra tényleg kamaszok leszünk, egyszerűen csak maga a tempó lesz. Kísérletezik. Ezt tudjuk konzerválni, amiben éppen vagyunk? Hát fiatalabban tudod magadat tartani nyilván. Ez arról szól, hogy öregednek a sejtjeid, már kevésbé regenerálódnak, és ez a dolog, amivel ő kísérletezik, ez hozzájárul ahhoz, hogy lassabban történjenek ezek a folyamatok, vagy kevésbé öregedjél, vagy 70 évesen olyan legyen a szervezeted, mintha 50 éves lennél. Ez jól hangzik, hát ez a... Hát igen, de most ott azt mondja a feleségem, hogy az én mosogatom, hogy ezt minek? Már rám gondol. Ezt minek, azt hittem vissza tud a fiatalodni, 15-20 éve. Igen, hát a kérdés, hogy ezt minek, az egy jó kérdés, igen, hogy ha 60 éves testedet tartja meg még 100 évig, ugye erről már sokat beszéltünk, de itt nem arról van szó. Istenem, még 20 évig 80 leszek, tudod? De azért a szörnyű gyerekek, hogy ezt még mindig nem találták fel, nem? Hogy a jelenlegi tudomány szerint 180, 110, kinek mennyi? Ha Japánban él 120, ha magyar férfi vagy, akkor mondjuk 63. 63, igen, sajnos. De hogy tulajdonképpen vége van. Nem? Ez jó egyébként? Hogy vége van? Nem. Az élet. Megszülettünk, elmúlunk, tudod. Ez van, hát tetszik, nem tetszik. Nem, hogy például amiatt mondom, vagy kérdezem, hogy ugye a Föld azért meglehetősen túlnépesedőben van, és hogy azt a mennyiségű ilyen... Most azért halljak meg, hogy neked jó legyen. Fogalmazni. Hát te... Most legyünk el, mondjuk kész, a Föld túlnépesedőben, vagy halljunk meg, hogy másnak is legyen. Azért halljak meg, hogy neked jobb legyen. Hát én azért nem akarok meghalni. Nekem csak én örököljek. Én azért nem akarok meghalni, mert hogy valahol Indonéziában egyébként elférjenek. Hát ennél szerintem az ember gyarlóbb, önző. Ez jaj, halljunk meg azért, hogy ne legyünk sokan. Az ember nem így gondolkodik. Most jönne egy manó, és azt mondja, hogy figyelj, éhetsz még 150 évet. Nem mondanád, hogy de. Hát dehogy nem mondanám. Vagy azt mondod, hogy igen, Szingapurban is már nagyon sokan vannak. Inkább meghalok, hadd éljenek azok ott. Kevés a hely. Nem? És hogy képzel el magát a szituációt? Hallasz egy ilyen csilingelő hangot, és megjelenik a manó? Hát nem, most egy olyan technikai részét nézzük, mert mi az emberi természet, ez nem fogó, vagy nem fogható víziót vázoltál, ami szerintem nincs. Tehát ki gondolkodik így, hogy jaj, halljunk meg, mert a bolygó elnépesedik. Hát hol érdekel? Engem a manó érdekel ebből az egész. Jön a manó, és azt mondja, hogy tegyél boldoggá, szájjal. Nem, de most... hogy élhetsz még 100 évet. Tesz téged szájjal. Élhetsz még 100 évet. Van egy pont az életedben, amikor megnyomhatod a gombot, erről egyébként egy kiváló kis íromány is van, hogy megnyomhatod a gombot, és azt mondhatod, hogy most megállítod az időkerekét, és innentől kezdve örök életed van. Örkény vagy Márai? Valószínűleg az egyik. Mai manó. Anna, mit akarok mondani, örkény vagy Márai? A vonaton ülő ember. A majó az üzemeltető, vagy ő a technikus, aki az időkerekét kezeli, és meg tudja mutatni a gombot? A pokolba tartó vonat azaz. Mi arról szól? Az nem egy P-mobil. Hogy mondjuk kitezzük fel, hogy ülsz a vonaton. Hogy milyen az ember? Hogy működik? Tudtok követni? Aha, vonat. Eddig megvagyunk. Vonat, csihú, nagy fekete. Már ott is vagyok. Igen. Szén, lapátolás, vonat. Jó, oké, úgy szólnok szakasz. Jó. A pokolba tartó vonat. Aha. Ülsz a vonaton. Jön a manó. Nem örkény, nem már egyébként. Manó. Arról szól, hogy van az életedben egy olyan pont, amikor te megnyomod a gombot, és azt mondod, ez most örökké tartson. Aha. Megnyomhatod egyszer. És akkor azt fogod mindig csinálni, amit abban az idő... Mert mindig azt hiszed, hogy lesz jobb. És végül meghalsz. Én ezt már rég nem hiszem. Hogy lesz jobb. De ez van, ez a gomb. Érted? Van, Feri, van. Van. Né, most ízi ott a táskába bele, ott van. Hó, persze, hogy van. Itt van, olvasd? Frissítés. Hogy ne lenne, Feri, persze, hogy van. Nem hallottál még erről a gondolat, és nekinek van egy ilyen. Gondolja hétvégére, hogy álltál a kórhelyben, teltház volt, és megnyomtad volna a gombot. Remélem, ez örökké tartsorok. Milyen gyarló az ember, hogy van egy pont az életedben, amit megnyom, van egy pillanat, amit megnyomhatsz, és az a pillanat vagy örökké tart, vagy onnantól kezdve örökké tart az életed. És az ember soha nem nyomja meg, mert mindig azt gondolja, hogy még lesz jobb, még lesz jobb, még lesz jobb, ez még nem olyan jó, még ezt akarom, majd ha azt megkapom, majd lesz jobb. Majd ha az jobb lesz, még megnyomom. És végül nem nyomja meg. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó. Na mindegy. Minek nekünk kultúra? Most ez a mondat. Leestetek erről a mondatot. Nem. Hogy csak miért konzerválom azt a pillanatot, érted, amit péntek esténként akkor, amikor a Móni is meg a virág is lefekszik aludni. Hallod? De most de soha többet nem találkoznék vele. Engem. De látnám, hogy csikke rózsika álmokban. Az is igaz. De és akkor ő például örökké alszik? A Jani? Nem, a Jani nem alszik, a ő pornót néz, mikor alszanak a többiek. A Jani belefejel egy nácsoszos vödörbe, némi guacamolét szór magára, nézi Rocco legújabb kalandjait, és ez a pillanat tart 1000 évig. De nem, hát érted, végig 1000 évig előjáték a rohadt életben. Harmadszor nyomod meg a gombot, pont rácseszel, mert nem lesz igazán jó. De hogy mikor nyomod meg azt a gombot, hogy azt a pillanatot tartsa meg neked örökre? És ha te, a Janinál van a gomb, aki megállíthatja, ha neked éppen rossz azon a péntek esté valami miatt. Nem, akkor te viszont... Csak... Igen. Akkor te viszont abban leszel? Akkor én éppen mosogatok. És mondom, rohadjál meg, Jani, amit te nézed Rokkot, én meg mosogatok. Nem, mindenki a saját életében nyomja meg a pontot. Tehát a te életed tartad addig. Hát, én akkor beáldoznám az enyémet, ha látnám, hogy éppen mit tudom, és szőnyeget tisztíthatás kocsitba. Rányomnék. Most csináljad. Rohadjál meg, tisztítsd azt a szőnyeget. Igaz, hogy nekem se lesz jó. Igazi magyar mentalitás, ez az. Tisztítsd azt a szőnyeget 1000 évig. Mindenki a saját legjobb, tényleg azt a pillanatot, amikor a csúcson volt. Filip, 1 millió ember a kostér. Na, hogy valahol azért el is jussunk ezzel a kicsit céltalan beszélgetéssel, nyilván humorizálunk, felhívjuk a profot és megkérdezzük, hogy mondja el nekünk, hogy mikor szedhetjük be ezt a kapszulát. Te se vagy buta, ezt se értettük, most mi lesz? Most még jobban összezavarlak benneteket, mert felhívjuk. Felhívjuk a profot, és megkérdezzük, hogy mit jelent ez kromoszóma szinten. Vegyek-e már ilyet a nejemnek karácsonyra? Kezdjem el én szedni, hogy újra csupasz legyen a kukim. De visszafelé nem fejlődsz. Nem arra, igen. Ahhoz elég és lomtalanító is, csak megfelelő dózisban szólnak. Sövényvágó kell már oda, drága barátom, meg lombszívó. Így van. Na, tényleg érdekes a dolog, mert ugye szerintem minden orvos álma, hogy majd én megtalálom, nem? Tehát sokan gondolják azt, hogy majd én megtalálom. Ha ebben lenne egy tudományos szintű felismerés, lenne egy növény, bármi, ami lassítja, és egy bizonyos profnak köszönhetnénk még plusz 30-50 évet, hát gyerekek, azért az nagyon nagy dolog. Betegségek nélkül, egészség. Hát jó minőségű 30. Jó közérzetben, így van. A jó minőségen van a hangsúly. Igen. Na, megkérdezzük mindjárt a professzort, Dr. Szakács Béla, az MTA doktora itt van velünk. Jó reggelt kívánunk, professzor úr! Jó reggelt kívánok! Én egy kicsit inkább éjfelé tolnám el a magánhangzókat. Hogy jó nem fősz, hanem székács. Székács, bocsánat, igen. De mindegy. Amikor doktori diplomával rendelkező emberrel beszél, akkor mindig izgul a Balázs. Nekünk nem sikerül. A tisztelet jele. A bakinál a tisztelet jele. Így van. Na, professzor úr, mi ez a szer? Nyilván nem csoda a szer, nyilván ezt nem mondhatjuk. Nyilván egy kísérleti stádiumban van, de mégis mikor kapjuk? Köszönöm szépen a megfogalmazást, önök egész tökéletesek, tudnék, már a közelmúltban hallgattam néhány ilyen kereskedelmi médiát, és hát megerősödött bennem mindig a következtetés, hogy nagyon visszafogottan, kellő kritikával fogadjuk a híreket. Tehát tavaly valamikor 2014 elején nem csak én, hanem egy-két társammal, gyógyszerészt is beleértve, vagy gyógyszerészkutatót is beleértve, azt a nemes célkitűzést kaptunk, hogy próbáljunk így a világban elérhető információk alapján egy olyan gyógynövényt, tehát nem egy génmanipulált növényt találni, amely hát kellő biztatással rendelkezik, nem csak bizonyos előnyös sejthatásokkal, általában sejthatásokkal rendelkezik, hanem talán ezt a bizonyos, divatos és a kutatás előterében álló telomerázt is talán befolyásolni látszik. Na most és a telomeráz hát szinten azért mi egy picit kezdjük elveszíteni a fonalat, tehát ez nyilván a professzorónak azért teljesen egyértelmű. Ez a védőkupak, ugye? Ez egy olyan enzim, ami a kromoszomák végén elhelyezkedő telomernek a folyamatos rövidülését az osztozások során, sejtosztozások során a folyamatos rövidülését, hát egy kicsit visszatatarozza, visszanöveli képes. Hát ezért Nobel-díjat is kaptak egyesek. Legyünk konkrétabbak. Melyik ez a növény, illetve hogy vágja meg még a füvet a hétvégén a kertünkben? Hát ez nagyon szép. Ha nagyon okos akarok lenni, vagy nagyon szabálytisztelő, akkor ez a bükköny féleségekbe tartozó, hát baktövésnek az előnyös hatása. Ez ilyenkor nem szakmai titok, hogy mind kikísérleteznek, hogy ezt még nem tudja senki, elkezdik, és akkor a végén előállnak az eredménye. Először is ez nagyon sok testvérrel és unokatestvérrel rendelkezik ez a növény, főleg hát Ázsiában, de azért Amerikában is. Belepillantottam az önöknek a történetébe, a Kruger Parkban télap valahogy az Afrika kimaradt. Professzor úr, kicsit utánunk kapart, hogy miket csinálunk? Készült a beszélgetés. Hát köszönjük szépen. Köszönjük tiszteletre méltót nem talál, de nézegettem a maguk honlapját, hát ne haragudjanak, szörnyű, de hát most már vállalom ezt a beszélgetést. Így van. Na most azért kellő visszafogottsággal kell az eddigi eredményeket is értékelni. Az öregedésnek egyik nagyon fontos mechanizmusa tulajdonképpen azt a mechanizmus szabályoz, ez a bizonyos telomer, ez a kromoszomák végén lévő kupak, hogy a sejt meddig osztódhat. Tehát ez közismert, hogy úgy tudjuk meg, ez az alapja, hogy a maximális életkorunk jelenleg úgy ismert, hogy 120-140 év, és az, hogy ennyire definiálható a sejtosztódásoknak a száma, amely a szervek fenntartását biztosítja, ez úgy néz ki, hogy ezen a bizonyos telomer rövidülésen alapul. De hozzá kell tennünk, és ez nagyon fontos, hogy maga a sejtőregedés azért nagyon sok egyéb nem kívánatos hatás következménye is, amelyet megint hát nyilván élet volt, persze, egy csomó minden. Arra hogy lehet rájönni, doktor úr, segítsen nekünk, hogy egy növény tud ilyet? Tehát lehet, hogy 100 000 ilyen növényel vagyunk körbejöve, és ha kimegyek a kertem, és legelem ott a tujámat, hát akkor... nagyon megkönnyíti, mikor az ember ilyeneket kutatgat, akkor elsősorban a népi gyógyászat megfigyelésére kell támaszkodni. Azért bizonyos helyeken elég gondos, főleg Távol-Keleten elég gondos feljelzések történtek, főleg a japánoknál és a kínaiaknál. Ez a növény például több száz év óta hát egy kedvelt növény, mert hát a fáradékonyságot csökkentette, illetve valamivel jóval javította talán az agyi aktivitás figyelmet. Na most ezeket a klinikai, vagy legalábbis életlen jelenségeket próbáljuk tesztelni, hangsúlyozottan egyelőre. Milyen jelei vannak, hogy én elkezdem szedni, és nyilván nem elkezdek fiatalodni, és újra affektálni, és mit tudom, elfelejtek evőeszközzel állni, de lassul az öregedés? A fiatalodás vizsgálata a testvérek között is 1-2 évtized kell, az a legnehezebb, pláne humán vonatkozásra. Ebben állatkísérletesen ez nagyon sok biztató eredmény van ezen a vonalon. Igen, néhány évtized kell hozzá, tehát hogyha mi mondjuk a ferővel elkezdjük szedni... Amúgy pedig hát kiváló tesztek állnak rendelkezésre, a mentális frissés, a figyelem, mi a figyelem koncentráló képességet, tehát meddig tudja hiba nélkül mondjuk egy feladat végrehajtása során mondjuk azt a bizonyos tesztet teljesíteni. Valószínűleg még a fizika, vagy legalábbis a matematika dolgozatokat most az érettségén biztos, hogy nem végzi el az illető jobban. Annyi baktöv is nincsen. És magyar hírességek szedik, vagy kísérleti stádiumban? Annak idején egy figyelmes ismerősöm, vagy barátom rábeszélt, hogy próbáljunk azért 1-2 kiválóságunkat is programba beszervezni, és hát ezt mások megtették helyettem, és főleg az volt a válogatási kritérium, hogy olyan embereket találni, akik nem csak hírességek, hanem különleges érdeklődéssel is viseltetnek ilyen az lehet, hogy egyszer egy prof előáll azzal, hogy megtaláltam, igen, ez a gén, ez a DNS lánc, itt van, ez a szerkezet, ha ehhez hozzányúlunk, meg tudjuk állítani, és igen, emberek 100-200 évig fogtok élni. Lehet, hogy ez megtörténik, amire mindenki csak kény. A tudomány jelenlegi állása szerint egyelőre nincs. Nincs ilyen. Tudnék, az a problémánk, hogyha az ember megáll egy olyan, nekem is van egy ilyen érdekes falu térképen, fali egy ilyen poszterszerű valami, ami egy sejt szintjén ábrázolja, hogy hány faktor befolyásolja a sejt szintű öregedést, és sajnos több száz faktor van felnyilazva. Egyetlen egy sejt üzemeső vonatkozásában. Tehát nagyon sok támadásponttal kell egyszerre beavatkoznunk, 30-40-en is talán a génmanipulátor tudósok szerint. Én nem vagyok az. Az új gyógyszertől mit várnak? Mennyi? Nem gyógyszer. Ja, bocsánat. Igen, bocsánat. Nem is mondtam. Ettől az új kapszulától, szertől nevezzük, ahogy akarjuk. Amit a saját tapasztalatunk az, hogy talán úgy néz ki legalábbis a bizonyos szórások ilyen vizsgálatoknál. Mindig vannak, hogy az agyi figyelem és a memória az mindenképpen már rövid távon is javul. 1, 2, az nagyon fontos, hogy az immunrendszer mindenképpen, tehát fertőzések elleni védekelem, de ennek van egy olyan vetülete, nem mi találtuk, az amerikai tudósok a unokatestvérnövényeken vizsgálták ugye ezt a kérdést, és úgy néz ki, hogy az immunrendszer öregedését egyértelműen gátolja, és a harmadik pedig, hogy általában a keringés bizonyos ellenérés nagyon jó. Tehát mi ezt úgy vizsgáltuk, hogy ha én vagyok a résztvevő, magam is részt vettem ebben, illetve magamat tudtam tesztelni, hogy egy olyan magasságra milyen gyorsan tudok fölfutni. De olyan lehet, hogy én például sokat eszem ebből, és egyszerűen sejtszinten megáll az öregedés, tehát nem fiatalodok vissza, de nagyon-nagyon lelassítom, napi 4 kilónyit megeszem ebből, és egyszer lelass, és látom, hogy kifiatalodik a bőröm, hogy jobb lesz, jobban bírom, és tudom tartani sokáig ezt a szintet. Nem ilyen markánsak az eredmények, tehát ez a vágy még nem teljes. Tehát, hogy újra élvezni kezdi az ugróiskolát, az ugrókötelet. Magam is vágyakozom ilyesmire. Én egy faktorra fölfigyeltem, de hát az egy teszt nem tesz, szóval majd, amikor ezzel próbáljuk ki, hogy azon teniszpartneremtől, aki korábban elég sokszor mérkezett, és inkább én kaptam ki, mostanában sikerült. A doktor úr teniszezik? Hát igyekszik maga az ember. Nem hiányzik a doktor úrnak egy nagyon nagy verés teniszben esetleg? De egy olyan igazi. Nem azért, csak szintén teniszezem, hát összemérhetnénk, amink van. De egy olyan emberes elpotfizásra tessék gondolni. És hanyadik évtizedet próbálgatja most? Hát jó, 6-3-ra vezet a doktor úr, 3-0 oda, 40 semmi, és a doktor úr adogat. Innen indulunk. Ügyes. Ezt, mintha leloptam volna ezt az ötletet, nekem van egy kiváló bölgyógyász professzor barátom, aki az edzőjének, hogy föltüzelje, azt ajánlotta, hogy vezessen ő 5-0-ra, és már mint a bölgyógyász professzor, és ha megnyeri, akkor az edzőért fizet, ha pedig az edző visszafordítja, akkor ő fizet. Annyi, hogy átnézem a doktor úr táskát, ha találok ilyen kapszulákat, egyrészt én is kérek belőle, 2 elveszem. Tehát tenisz alatt azért nem turbósítunk mindenféle kökörcsinnel, meg nem tudom. A mérsékelt optimizmusra biztatok mindenkit ebben a témában. Magamat is. Nagyon jó. De egyébként, ahogy látom, hogy rákerestem erre a baktövisre, amit csűtfűnek is neveznek, hogy ez azért többféle szempontból is jól lenne Balázsnak is, nekem, mert úgy látom, hogy fokozza a szexuális vágyat, illetve Balázsnál a messzire űzi a herpeszt. Tulajdonság, azt gondolom, mert most aztán annyi van rajtam egyébként, igen, pont úgy nézek. Ferinél pedig a stresszülő határ. Mindenre ki lehet próbálni, de egyáltalán nem biztos a hatás. Jó, hát doktor úr, azért nyilván nem... A lényeget azt hiszem érintettük, tehát egy mérsékelt optimizmus, mert optimizmus mindig megfogalmazható gyógyvékivonattal kapcsolatosan, és úgy néz ki, hogy hosszú távon talán majd 1 vagy 2 évtized alatt azt is lehet mondani, hogy valóban lassította az öregedésnek bizonyos komponenseit. egy jó műsorvezető mindig megérzi, mikor akarja zárni a beszélgető partner a beszélgetést. Most. Igen, ez volt az. És hosszú évek alatt azért ez a készség már kialakult bennem. Én azt mondtam volna, hogy 10 perccel ezelőtt, de... Én hangsúlyozottan nem magányos farkas vagyok, hanem hát egyes kollégákkal. Csapat nevezik, úgy így van ez a helyes kifejezés. Köszönöm. Jó, ha esetleg a teniszpartner lemondja, párosozik, gondolom a doktor úr, nagyon szívesen vegyek. Addig néhány edzés veszek, köszönöm szépen, futóedzést is belejöttek. És a bőrgyógyász kollégának is szóljon, mert hatalmas égés lesz. Köszönjük a professzor úrnak, dr. Szakács Bélának, az MTA doktorának. Köszönjük szépen. Hát gyerekek, akkor még nem jött el a kánoán. Szóval nem jött el a kánoán, de nagyszerű egyébként, hogy kiváló magyar koponyák dolgoznak ezen egyébként, hogy egyszer talán egy kicsit lassíthassuk azt, amin egy ideig az ember nevet, meg egy ideig kuncogsz másokon, aztán amikor megmar és elkezded érezni, akkor meg amikor a teniszmeccsen lesprintel majd a doki téged, csak nézel. Ugye azért dokikának átnézzük a táskáját az öltözőbe gyorsan. És hirtelen keresi majd ott a kapszulát, aztán nem lesz szabadíts rá a vadát. Már az öltözőbe elveszem az összeset tőle. Hölgyeim és uraim, ez történt a Morning Show-ban. Egy nagyon érdekes dolog történt Rékasi Karcsival, illetve szerintem sok mindenkivel történik ilyen, és Karcsi, ami téma indítónk, úgyhogy már mindenki gondolkozhat azon, hogy kitől mit lopnak el állandóan, másznak be a kertjébe, teszik ki a kerti szerszámot, a bringát a lépcsőház elé, a szobamérleget, a lábtörlőt, mert hogy ahol közösségben élnek emberek, sajnos előfordul, hogy lopjanak egymástól. Vagy lopnak valamit, vagy visszalopnak valamit. Ez egy folyamatos jelenség. De igazából itt most nem is a nagyon komoly rablásokra vagyok kíváncsi. Autót ellopták, mert itt kirabolták, nem a PTA-nél. Kicsit szánalmas, szinte már értelmezhetetlen lopásokra vagyunk kíváncsiak. Tényleg ez a lábtörlő kategória. A használt lábtörlő. Amikor megveszed és másnap elviszik. A használt teljes zacskókból font lábtörlő. Hát nem teljes zacskókból fonták, de... Mert a Rékasi Karcsi, ugye hát kirabolták, pontosabban meglopták, és az egész egyébként tényleg szörnyen magyar, már mint maga a történet, de nagyon tipikus ugyanakkor. Rékasi Karcsi teljesen ártatlanul kiposztolta, hogy milyen szép lett az ő kertje. Ugye? És erről tett egy Facebook posztot föl az ő oldalára. És még ráadásul ugye hozzá is írta, hogy ő mit csináltuk ketten a Gerdával, és hogy milyen szép lett, és a saját kezünk munkája majd másnap. Így van, valaki kiszúrta a képet a Facebookra, Léma Petúnia! Hallod, öcsém, majdnem 300-ba kerül a szem. Ne, akik lopnak a petúniát nem ismerik meg szerintem. Ma max a kaktusz. Lila orgona. Vagy a kövirózsán. Bemászta a Karcsihoz, és kirabolták. Hát mégiscsak gondolta azért a rabló, hogy másnap anyák napja, valamit vinni kell a mutérnak, nem? Tehát valamit azért vinni kell a mutérnak. Kedves beteg édesanyámnak lopok már valamit. De hogy a történet itt egyébként még nem ér véget, tényleg mennyire tipikus magyar jelenségről van szó. Karcsi azt is megosztotta a Facebook oldalán, hogy bizony, hát vannak ilyen szemetek, akik egyébként a frissen felásott és szépen megcsinált kertet egyszerűen megrongálják és lopnak. Majd megkapta. Majd igen, jött a másik kör. A másik nagy pofon a magyar valóságból, hogy mit sírsz egyébként, milyen jó, hogy neked csak ez a gondot, hogy ellopták a tulipánodat, meg a rohadmányos rózsáidat sajnálod egyébként, kit érdekel a rózsád, egyébként is szar színész vagy. Igen. Tehát, és ezt így elolvastam, és azt mondtam, hogy ha most külföldön töltöttem volna hosszú időt, és ezt a történetet elolvasnám, akkor érezném, hogy újra itthon vagyok, végre. De jó itthon. És ne sírjál, és kit érdekel a te kerted. Vagy nem volt sírás, csak egyszerűen szomorúan konstatált, hogy basszus, ilyen világban élünk, hogy már ennyit se lehet megtenni, hogy egy képet kirakjál a Facebookra. Tehát nem volt semmi, de megkapta, rögtön jött az örök tarpaj vonal. És hogy milyen jó neked, hogy ez a legnagyobb problémád, hát mintha egyébként saját magát akarta volna sajnálni. Na, úgyhogy felhívjuk Karcsit, és megkérdezzük tőle, hogy mit loptak el, és egyáltalán ki a fene mászott be a kertjébe, mit gondol, hogy egy sűrű jelensége, hogy általában bevásznak a kertjébe. Aztán ő kiposztolt egy olyan képet, ami egy A4-es lap kinyomtatva, hogy ne lopj virágot. Azt nem tudom, azt kitette a kertjébe? Gondolom, ugye? Mert ez egy ilyen fotó. Igen, de ellopták. Kellett valakinek papírrepülőhöz. Na, itt van az az ember a vonalban, akinek ugye hát ellopták mindenét, zöldségét, virágát, répa sincs Károly. Már régen elkeveredett, jó reggelt kívánok mindenkinek. Semmi, szójátékora reggel mindig jól jön. Hello, Karcsi, jó reggelt kívánunk, ciao. Semmi jóra ne számítson az ember, ha beletek áll szóba. Ez igaz. ezért húzakodtam egy kicsikét, amikor kerestetek ezzel kapcsolatban. Nyilván nem arról van szó, hogy ez milyen drámai. Itt inkább tényleg arról beszélünk, nem tudom, hallottad-e a felvezetést, hogy a szomorú magyar valóság, hogy az ember kirakja ártatlanul, hogy csinált egy szép kertet, még aznap este elviszi, majd másnap még osztják a Facebook oldalán, hogy egyébként is jó, hogy ez a legnagyobb bajod. Szóval ebben ez az érdekes. Aznap este törtek be, amikor te ezt kiraktad, hogy milyen szép lett a kert? Nem, tudtunk ennek örülni azért néhány napot, tehát hagyták, hogy élvezkedjünk egy picit. Nem, és valóban nem arról van szó, már régen nem arról van szó, hogy elvitték, mert az szerintem pusztán egy tévedés volt, tehát valaki úgy emlékezhetett, hogy oda rakta be a virágokat a mi virágos kertünkbe, és aztán eljött éjjel, és elvitte innen. Hát gondolt, hogy másnap mégiscsak anyák napja, azért valamit kell csinálni, nem? Hát azért van, ahonnan virágot kell szerezni, jaj, de szép lett a Karcsi kertje, akkor menjünk. Nem? Azóta pallérozottam, és elmondták kommentelők, meg egyáltalán ismerőseink is, hogy ha ez karcos, egyrészt ballagás, másrészt anyák napja, hát ilyenkor nagyon-nagyon sok virágnak lába kél. Magas labda volt. Tehát ilyet nem szabad, ilyet máskor nem hibázunk, tanultunk belőle. Május 2. hetétől ültetsz. Csak azután ültetünk, vagy pedig jégvirágot még sokkal korábban. De ami valóban érdekes, amikor már szót váltottunk erről, ahogy elértek az emberek a véleményeikkel, azért ugye miért raksz ki egy ilyet? Azért, mert szeretnél valami szépet mutatni. Ez lehet, hogy régi módi, lehet, hogy ostobaság. Tényleg azért raktuk föl, mert mi ezt nagyon szeretjük, és hát, ha valaki másnak is tetszik. Na jó, tetszett, és el is vitték. Na, a tolvajoknak legalább örömet szereztél vele. De amilyen hangulatból, amilyen attitűdből fogalmaztak az emberek észrevételeket, na az azért érdekes. Igen, hát szóval... ez is a szomorú valóság, de tényleg erről beszéltünk pont, hogy ugye te kirakod, a gyerekek néznek, elvitték, és akkor ugye megkaptad, hogy ne, milyen jó, hogy ez a legnagyobb bajod, hogy egyébként milyen színész vagy, hogy egyébként ez kit érdekel, tehát hogy döbbenet a magyar mentalitás tényleg, hogy gondolkodnak emberek. Igen, én is kaptam hideget, meleget, mindenfélét, tehát van, aki az elmúlt időszakomat, a magánéletem elmúlt időszakát állította ezzel párhuzamba. Már még, hogy az enci tört be hozzád, vagy, és elvitt a virágokat? Vagy nem. Hát, hogy azért, csávókám, az rendben volt, amit te csináltál? Ja, Jézus Mária! Azért ez nagyon-nagyon szép dolog, és persze jöttek a sztereotíp dumák, hogy nehogy már ez nekem baj legyen, másnak kenyere sincs, és a többi. Nem erről volt szó. Egyáltalán nem erről volt szó. Ezt meg azért raktam ki, mert véleményem szerint is tök mindegy, hogy kinek mekkora, milyen vastag kenyere van. Azon lekvár van-e, vaj, vagy csak só, teljesen mindegy. Én azt gondolom, hogy amit valaki a munkája árán megteremtett, azt nem helyes elvinni tőle. Azt semmiképpen nem éltetném. Pusztán ezért raktam ki. De hogy milyen indulatok, milyen zsigeri indulatok vannak, lakoznak az emberekben, ez most azért kiderült ennek kapcsán. Döbbenet egyébként, hogy még Ethan Huntot is megmerik lopni, nem? Ja, hát de tényleg komolyan. De hová tart ez a világ? De tényleg hová tart ez a világ? És azért különösen bosszantó a dolog egyébként, már nem a lopás is, de amit kaptál, hogy elméletileg ugye ez egy Facebook rajongói oldal. Tehát azt olyanok nézik, akik szeretnek téged. Ugye? Mert ahhoz, hogy oda tudjál szólni, vagy be tudj szólni, vagy tudják kommentelni, ahhoz lájkolni kell a Rékasi Károly oldalt, nem? Nem biztos. Egyáltalán nem biztos, hogy így működik. Ezt én inkább egy gyűjtői oldalnak nevezném, hát hiszen 5000-ig ugye be lehet oda férkőzni, oda lehet tartozni. És kipipálom magamnak. Abból van a virág. Én a Facebookot nézegető ember, kipipálom, hogy igen, én neki is ismerőse vagyok. Nem, ez tényleg egy gyűjtögetői oldal. És vannak emberek, akik ott élnek a Facebookon. Kérdezik, hogy esetleg arra nem gondoltál-e, hogy nem lopás volt, egyszerűen csak Kertész Géza vitte el. Vagy elmegyek hozzálátogatóval. De milyen jó. Ha meglátom. Jönnek folyamatosan. Nagyon-nagyon helyes kommentek is, tehát például, hogy rakjam ki a szemetet, hát ha valaki majd azt is elviszi. Igen. Azt, srácok, kérdezzétek már meg a Karcsit, hogy Szőke Zoltán kertjébe körülnézette már a virágok miatt, lehet, hogy nem tudott kijönni a szerepből. Írja Petya gyerek. Hát igen, aztán jönnek még az SMS-ek, hello, a Karcsi címét küldjetek már el, Léci, becsengetnék egy kis virágért. De ezt ki is írtad, hogyha jöttél volna, adok szívesen, nem? Vagy ha kértél volna. Tényleg erre gondoltam. Na és ami viszont maradandó élmény, de remélem, hogy majd elfogy ezzel kapcsolatban. Régen, még a telki házunkba betörtek, és kipakolták. És utána hosszú heteken keresztül, tehát inkább hónapokon keresztül az ember idegennek érezte magát abban a térben, amit saját maga létrehozott, kialakított, csinosítgatott, meg minden. Most ebben a picike kis virágos kertben azóta is úgy vagyok, amikor ott locsolgatok, vagy bármit csinálok, hogy egy kicsit idegenné váltam. Tehát igazából ez az, amit, és a kommentelők is, jó, mindegy, hát 1000 ember, 1000-féle vélemény, meg a többi. Egy valamit vitt el tőlem az addigi harmónia érzést ez ember. És a kökörcsinedet. Így van. És a kedvenc kökörcsinedet. A rohadt tulipáhagymákat is kiástam. Nyilván harmónia élmény, nem? Ami ránéztél a kertre, és azt érezted, erre gondolsz, nem? Hogy maga a harmónia, a megnyugvás. Egy kicsikét idegen vagyok a saját világos kertemben, semmi baj. Karcsi, ha valaki, én megértelek, a fiúk mindig cinkelnek ezzel, tegnap marokkói mentát ültettem a kertbe. Érted? Marokkói menta. Hát az egész így van. Nem direkt kiborult. Nem, kertészkedem. Tehát ezzel arra akarok kiukadni, hogy marokkói mentát. Vettem virágföldet, és marokkói mentát ültettem, mert imádja a meleget, és ősszel már lehet nyersegetni és mentateát csinálni belőle. Tessék? Gázashat címedet fölrakom? Hát, kicsit félve mondtam ezt el, mert szerintem estére már nálam is ült helye lesz a dolognak, de én is kertészkedem, tehát abszolút megértem. Sorba állnak majd a kapu előtt. Másznak majd át, igen, folyamatosan. Hát ez a valaki közelükben tudod egy menekült táborra, és onnan egy marokkói mentát. Igen, átjöttél, megelültettél, én elültetlek. Elásta, arrafele nem szeretek az idegeneket. Figyelj, nekünk azt mondták, ne szeressük az idegeneket, hát én akkor átjött egy marokkói, én meg elástam. Élharcossá váltál, te vagy a legjobb magyar. Igen. Egyébként azt mondják, hogy ahogy az ember öregedik, vagy öregszik, és ha kertje van, akkor rákattan a kertészkedés, és egy örök elfoglaltság és örök meditáció. Egyébként tényleg? Tehát egyre jobban kertészednek. Tehát egy kicsit ültetsz, ott vagy, nyílik, meglocsolod, nézed, és valahogy a szemed előtt életre kell a kert. Azért ez egy nagyon, nagyon jó dolog egyébként. Már nem lopnak. Nagyon sok minden működik így, tehát aki fogja magát és elkezd teszem az edzőterembe járni, és azt mondja, csak egy kicsit alakítok magamon, csak egy kicsit, annak sincs soha se vége, mert a pillanatnyi eredményed az abban a pillanatban már kevés is, mert majd meglátod, ahogy sarjad a menta, ahogy harsog a menta, majd szeretnél még mentábbat, és a többit, és a többit. Agyadra ment a koks neked. Tehát tényleg így van a kert. Azóta figyelem, hogy elmegyünk autóval valami virágkertészet, vagy akár csak egy virágüzlet előtt is, és Gerda feje is, meg az enyém, ding, már fordul oda, és nézzük, hogy onnan esetleg mit lehetne még a mi kertünkbe elhozni, csak mi nyitvatartási időben megyünk. Igen, az nagyon fontos. Kérdezi egy hallgató, hogy Gerdera volt-e ültetve esetleg? Nekünk az a dolog, mindent megkérdezzük. Így van, hallgatók kérdezik ezt, de számunkra szent. Na jó van, bepotoltad, visszaültetted, vagy most egy picit hagyod üresen állni a kertet? Óvatosan, nagyon sok virágot fölmenekítettünk az erkélyre. Nehogy újra jöjjenek. Hát igen, jellemző. Sajnos ilyen emberek mindenhol vannak egyébként, ez szinte elkerülhetetlen. Karcsi, nagyon-nagyon szépen köszönjük neked. Vigyázz magadra, és köszi, hogy elvállaltad a riportot, tényleg erről akartunk beszélni, nem a kertészkedés. Igen, de aztán legyen nagyon-nagyon szép a napotok. Jó, köszönjük szépen. Legyél férfi, ne nyafogj ennyit. Hogy nézzünk így ezután a rózsából át, ha valakit éppen nagyon akarsz verni. Hallod. Köszi, Karcsi. Ciao, hello. Rékasi Károlynak köszönjük szépen. Nagyon helyes ember egyébként, nagyon kedvelem. Na, gyerekek. Én komolyan mondom, megértem. Szörnyű, amikor veszel a kertedbe, és azt utána elviszik. Sírnék, ha elvinnék a marokkói mentába. Hétvégén elültettem a marokkói valaki. A biztos kedvéért vigyünk el mindent. Hát, ha köztük van a marokkói menta. Voltunk valahol vendégségben, és ott minden rukola menta volt. Egy csomó, és ugye... És onnan elloptad, és átoltanak. Kihasítottam belőle egyet. Rukola, menta, babér, egy csomó minden termel ő kint egyébként a kertjében, és mondtam, hogy adjon egy kicsit, nagyon szeretem a mentateát. És kivágott, arra kell vigyázni a marokkói mentánál, hogy nagyon agresszív passzív, vagyis úgy kell beültetni, hogy berakod a gyökeret ugye egy ládába, és ládával együtt ülteted el, mert egy másfél év alatt felzabálja a kertet, iszonyatosan terjeszkedik, és elmentásodsz, így van. És hétvégén beültettem. Gyerekek, maga az el, komolyan mondom. Mi a különbség a marokkói menta és egy átlag menta között? Nem hát, tudom. Franc tudja? Azt mondta, hogy ez marokkó. Azt, hogy a marokkói csak Balázséknak tudják eladni. A különbség. Kicsit sokat beszél, mutogat valami útlevelet. És azt mondja, hogy ne küldje. Riad tekintettel nézeget maga mögé, és nagyon le van ízzadva. És olyan hajszolt a tekintettel a lábad. Egy kicsit megvágom, berakom a teába, finom teát lehet belőle csinálni. Na, drága hallgatók, írjátok akkor meg nekünk, hogy tőletek milyen banális dolgot vittek már el, amit tényleg az ember nem ért, amit Jani is mondott, hogy nem arra vagyunk most kíváncsiak, hogy autót, drága mountain bike-ot, hanem amikor a lehető legbagatelebb dolgot lopták el, törtek be, vitték el úgy, hogy tényleg ott álltatok értetlenül, hogy Jézusom, már ezt is, nem árt. De tényleg, amikor egy nyomorúságos kaspón kilógattál egy félig elszáradt muskátlit, és valaki úgy lopta el a lépcsőházból, hogy ott hagyta a műanyag kaspót, és kivette belőle a cserepet. Szóval tényleg szörnyű dolgok vannak egyébként. Nekem az egyik kedvencem, ezt voltam is nektek tegnap, hogy ugye a Karcsiék esetéről szóló cikk alatt volt egy komment, egy hölgy írta be nagyon keserves hangvételben, hogy az utcafrontjukról a kukacka virágot, ami egy lélegzetelállítóan drága növény, kapálta ki valaki, több négyzetméternyit és vitte magával, amit aztán később ugye nem lehet újra ültetni, tehát az egészen csak azt érte el, hogy hát ott sincs. Na, arról beszélgetünk Rékasi Karcsival a hírek előtt, hogy kitől milyen banális dolgot loptak már el, ugye Karcsi elmondta, hogy egészen érthetetlen módon betörtek hozzá, és elvitték néhány tulipánt, néhány tulipántot, és hát kirabolták a kertjét, és arról beszélgettünk, hogy kitől milyen teljesen banális, lejárt, igazából már használaton kívüli tárgyat loptak úgy el, hogy az ember nem is érti, hogy mit csinál vele az, aki elvitte. Mert hogy nem, már neked se kellett. Meg amit már kellemetlen elvinni. Mi éveken keresztül harcoltunk, megmondom nektek őszintén, addig, amíg meg nem mondtam a dolgot, egy úrnasíron családtagnak az úrnasírján található kis virágtartót loptunk vissza mindig 3 sírral arrébről, mert hogy valaki azt gondolta, hogy az az övé. Aha. Mi meg voltunk róla győződve, hogy az a miénk, és ezért ez ment éveken keresztül, hogy fogta, ő elvitte, és 3 sírral arra berakta, nem? Amikor mi kimentünk, fogtuk, visszavittük. Aztán a vége az lett, hogy úgy rád rótoztam, hogy egyszerűen nem lehetett levenni. Ha mondjuk nem a virágosok lopják vissza, hogy kimész a temetőbe, mert ott fekszik és szeretted. Nincs pénzed virágra. Ellopod valakinek a sírjáról, majd elmész a te sírodhoz, elmondod, hogy édesapám, nagyon szerettelek, nagyon hiányzol, és letetszed, fogad ezt a lopott virágot, amit az előbb loptam a kovácsékba. Ez hogy van? Ezt nekted nyújtam. Ezt utána te leteszed a saját szeretett sírjára, amit egyébként 3 perccel azelőtt loptál el valakitől. Mert ott már nem lopott, ott már hozott virág, ennyi. Ja, ott már hozott. Hát vagy befelé menet, érted? Sétálsz befelé, jobbra nézel, balra nézel, nyilván az ember így nézelődik, kinek milyen állapotban van a sír, meglátsz egy csokrot kicseréled, érted, a tieddel. Na jó, de le kell raknod a saját szeretett sírjára, ha csak nem virágos vagy, bár ez is egy ilyen összeesküvés elmélet. Ne legyél a virágosokat. A gesztus a lényeg. Az is igaz. Hogy gondolt az édesapja. Itt van velünk Kriszta. Hello Kriszta, jó reggelt! Sziasztok! Hello! Na, tőled mit vittek el? Hát én reggel kiszeregettem ruhákat, várikóra, teraszra, és délután, mikor munkából mentem haza, akkor még igazából nem is tűnt fel egyből, hogy nincs ott, csak másnap. Mert akkor arra gondoltam, hát ha valaki letette anyukám, vagy valaki a ruhákat, mert ugye nem volt ott, tehát a ruhaszárítóval együtt tűntek el a ruhát. Ugye a fregolival együtt mindent el is vittek? Igen, tehát úgy egy az egybe az egészet. Ez családi ház, valaki bemászott, társasház, átmásztak hozzád az erkélyen? Hát egy társasház. Társasház. Az kemény. Nyilván vízes volt még a ruha, nem viheti el a szárítót. Basszus, mit csinál vele? Így elviszed, majd megszárad. Akkurátusan összehajtogatta és elvitte. De a földszinti lakás? Vagy valaki fölmászott? Igen, földszinti. Könnyű volt a dolga. És másnap nem jött szembe veled a fölsőd egy nőn? Nem volt ilyen? Nem, pedig még nem. A gyerekeknek nagyon sok ruhája volt rajta, amit szeretnek, de még egyelőre nem látjuk senki. A gyerekek egy kimosott adag tiszta ruhát fregolistől ellopni, azért az is nagyon kemény. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Hello. Na nézzük az SMS-eket, mit írnak a hallgatók. 8 éve lopkodják a lábtörlőnket, már vettem drágábbat, már vettem olcsóbbat, nem válogatós a drága, akinek nagy szüksége lehet rá. Mondjátok már meg, kinek kell egy ócska lábtörlő. Ja, és a párom már le is ragasztotta, úgy is feltépték. Elképesztő. Nekem egyszer a kocsi egyik visszapillantó tükréből vittek el kb. 2000 forint értékű tükörlapot. Szépen szétszedte a tükröt, az alkatrészeket pedig felrakta a motorháztetőre, majd elsétált a tükörlappal. Nem egy különlegesség, Lape küldte nekünk. Nem. Nálunk éjszaka súrantak be, elvitték az összes útba eső cipőt. Közte a fiamnál éjszakázó barátnő cipőjét is, aki hajnalban egy 42-es bakancsal távozott. Nekem kirabolták a kispalákomat, majd a végén elvitték még a beltéri világításból az izzót is. Pitiáner, igen, Pitiáner. Azt mondja, hogy mikor betörtek hozzánk, elvitték a levágott lófarkamat. Bizarr. Git küldte nekünk. Azért a lófarkat. Ja, hosszú, hazavitted, valaki. Barbie azt minek? Azzal mit csinál? Nagyon jó parókát. Nem tudod, hogy mi az. Egyébként drága, el lehet nem adni. Drága. Hát azért egy ekkora levágott lófarkat azért sokat nem igen. Ha leadsz egy méterhajat, azért török kapsz pénzt. Egy török hagyomány egyesület zászlót csinál. Honnan tudod, hogy mekkora lófarok volt? Hát parókának eladják. Jó pénzt fizetnek érte állítólag. Lehet, de ahhoz azért több haj kell. És ekkor egy nyúlfark, nem. Miután megfőztük a kutyakaját, kiraktuk a teraszra hűlni, azt vitték el. Barbie küldte nekünk. 2,5 literes ásványvizet loptak el a lépcsőházból, Suzi. Hát gyerekek, az legalább 300 forint. Hát, az legalább 300 forint. Gimiben egyszer a tornazsákommal lévő tornacipőből ellopták a fűzőt, a cipőre nem volt szükség. Jó, azt adom. Az az égető szükség lett neked, tess jó rád. Nekünk a tanyánkról lopták el a rozsdás fejszénket, ami a legdurvább, hogy a kinti WC-ről lelopták a WC ülőkét, plusz elvitték mellőle a WC papírt. Figyelj, na az az igazi vészhelyzet. Nincs ez zavar. Itt van velünk Robi, hello Robi, jó reggel. Jó reggel. Hello. Na, tőled mit vittek el, ami banális volt? Hullámos papagájomat. Ez úgy történt, hogy édesanyámnál laktam akkor még, és földszinti lakás, lakótelep, kiszoktuk rakni így a lépcsőre, a lépcsőház elé. És hát ki szoktunk rá figyelni, de nem szokta, tehát ez egy nyugodt környezet volt, soha nem szokott eltűnni semmi onnét. És egy kukázó elvitte, ezt úgy tudtuk meg, hogy elkezdtük követni, illetve hát elvitte a papagájt, és mindenkitől kérdezgettük a környéken, hogy merre viszik a papagájt. Igen, és végül eladta egy vak kisfiúnak úgy, hogy nem volt feje a papagájnak, mint a Dumb és Dumberbe, ugye, hogy eladtad neki Petit, igen. És ott simogatja a fiú, és mondogatja, hogy beszélj szépen, beszélj szépen. És hol találtátok meg végül? A barátnőm ment az egyik utcába, ahol a kórház van Kaposváron, melyen kaposvári vagyok, és ott kérdezte meg valakitől, hogy nem elátott egy kalitkával egy hullámos papagát, azt mondja, de most vitték be ide a szülészetre. És akkor bement oda a szülészetre a barátnőm, és mondják, hogy egy doki vette meg most 500-ért, vagy 1000 forint, nem tudom pontosan, mert már régi sztori, és hát vissza kell vásárolnunk a papagájt. Vissza kellett vásárolni, és mennyiért? Hát 500-ért vagy ezzel, nem tudom pontosan. De volt előtte túlsztárgyalás bármi olyan, hogy kimentetek. 500 forintért vásároltad vissza a saját papagájodat. Igen, na, hát hogy meglegyen. Na, az kemény. Igen. Hogy bizonyítod, hogy a tiéd? Hát, hát a barátnőm volt ott, akkor hát mondtuk, hogy ez a miénk, hát állítta a doki, meg hát gondolom valami kis... Itt arra kellett a... Milyen leleményes eladod egy kórháznak, nem? Ott megsajnálják, valamit fizetnek érte, tudják, hogy nyomorult élete lenne a papagájnak. Tehát még egyébként okos is volt valamennyire. Robi, köszi, hogy elmondtad. Köszi. Hello. Ciao. Hello. A haveromhoz pár éve bedobtak szatyorba 2 kiskutyát. Elvittük állatorvoshoz, kaptak oltásokat, bolha elleni szert, minden. Másnap visszalopták a szebbiket. Leleményes. Balatonban néztem végig, ahogy az ember a pléd körül toporog, kiérve vettem észre, hogy a vaca gumipapucsomba lépett bele és távozott. Apámnak a felső fogsorát a deméni fürdőből lopták el, az alsót ott hagyta. Csak a felső. Hát bepróbálta. Bepróbálta, az működött, oké, ez passzos. És azt ott hagyta. Én sose értem tényleg az ilyen lejárt, 1000 éve lejárt, beszáradt festéket, dobozostól. Hogy mit csinál jó, vele? Az még. Mire? Az felöntött higgy, de lejárt, beszáradt, besűrűsödött. Azzal tudsz valamit csinálni? Tényleg? Vagy ezekkel mit csinálnak? Miért és a használt ablaktörlőket, amik a parkolóból lopják le az egyébként nem túl márkás, nem túl drága autóról? de tényleg egy ilyen féléres tecsós dolgot, ami már rajta van a te autódon is fél éve, hogy az miért jó neki? Egyen jobb, mint a tiéd, ja, és neki nem tényleg kell elmenni, megvenni. Ennyi. És csak átrakja. A kutyámról lelopták a folytónyakörvet, pedig én is csak lábbal tudtam leszedni róla, olyan vérem volt. Nekem a táskámból hónapokig lopták a fogamzásgátlómat. Nem tudom, hogy ki volt, később már direkt dupla adagot irattam föl. Írj egy hallgat. Azért milyen kemény, a kollégot lopja a fogamzásgátlót, nem? Na jól van, hát igen. Ez is hozzátartozik a... Az életünk, az egyébként szerintem ez nyilvánvalóan a legtöbb országban van, nem? Vagy nem mindenhol? Szerintem jellemző? Nem, talán nem mindenhol. Nem? Csak így arra gondolsz, hogy ha Ausztrián keresztül mész, és a muskátlik az ablakban, tudod, ez a nagy izé. A becsületkasszás baracklekvárok, a befőttek. Itt mi lenne egy becsületkasszás idős nénivel, aki kirakná valahol a 4-es úton mellé, hogy aranyom, becsületkasszába kiraktam, lefőztem. A széket is ellopják. Lefőztem 100 liter baracklekvárt becsületkasszát. Ha még csak a széket. Jaj, hova visznek? Tegyenek már le, ez nem vicces. Jön maga néni velünk. Ja, ki tudja, mire lesz jó a néni. És becsületkasszástól, lekvárostól, nénistől az egész eltűnik. De jó, lekvár, hozzátok a nyanyát. Főző lesz a mama. Ki tudja, mire lesz jó a mama. Ha itt állsz a tűzhelyben, hát azt főző reggeltől estig. Jó vagyok én mindenre, aranyom. Nem tudod, mit tudok én csinálni veled. Nem, egyébként ez nem igaz, mert hogy például Sopron, Kőszeg, Szombathely. Ott van. Vasmegy, ott ez szépen működik. És egészen jól működik. Tehát, hogy vannak bizonyos régiói Magyarországnak, ahol például a becsületkasszát, mint csak másnap, harmadnap lopják el, megvárják, ki megtelíted. Nem azonnal, ahogy kiteszed. De tényleg ott azért ezek működnek. Tehát ott a nyugatabbra megy az ember, ott valahogy látja, nem, hogy kim van két befőtt ütesüveg, benne lekvár, és egy becsületkassa. Sos sincs benne pénz, csak mindig egy kevesebb. De hogy ott azért ezek működnek. A mikrofon mögött az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Mi van ezzel a medvével? Mondjatok nekem erről pár mondatot, hát, aki egyébként itt van Magyarországon, és Lengyelországból jött. Tehát azért azt, hogy ne felejtsük el, hogy csak úgy átsétált Szlovákián, vagy hogy van ez? Hát ez a fura egyébként az egész, és azért jó felvetés, mert lehet, hogy már nincs is itt. Mert azt tudjuk, hogy 40 km/h sebességgel tud futni egy medve, ha nagyon akar. De azért azt ne felejtsük el, hogy Ivo, mert hogy neki egyébként neve is van, Ivo Lengyelországban lett regisztrálva medveként. Na hát ez az. Utána pedig fogta magát, és elindult így torony iránt, és azt mondta, hogy hát érted, köd előttem, köd utánam, nekem ne akad el néhány határ, és úgy átgyalogolt keresztbe Szlovákián, mint a pinty, aztán feltűnt nálunk, hogy azért tényleg azért érdemes egy picit elidőzni, hogyha most csak így megindult torony iránt, hát azért ott van egy-két autópálya, autóút, egy-két, mit tudom, benzinkút, kisebb-nagyobb város, hát, stb. Bement, ivott egy kávét, ötvös cirkusz, stb. Ivott egy presszókávét, kért egy pogácsát. Hogy az hogy érkezett ide? Most állítólag visszafordult, és helyes kis cikket olvastam, hogy mit csináljál, ha medvével találkozol. Ezt talán ugye te is olvastad, hogy mit kell csinálni, bizony, hogy a medve téged beazonosítson, mint ember. És miért fordult vissza? Lehet, hogy csak előhőrs volt. Felmérte a telepen, visszavett a többiekért, a családért. Szabad a határ. Szabad az út. Hát ha vannak a szokásos történet, hogy ugye ne csapjál nagy zajt, meg kezdjél hátrálni, meg stb. De most vannak új információk is ezzel a dologgal kapcsolatban, tehát úgy védekezünk a medvétől, hogy ha már észrevett minket a medve, ez egy nagyon-nagyon okos gondolat szerintem, emeljük fel a kezünket fejmagasságba, kezdjünk el fütyűrészni, dúdolni, elkelni. A kézfelemelés az mi, hogy megadom magam? Így van. De akkor mit fütyűrészel? Mert ha megadod, nem, ha fütyűrészel, akkor viszont almát. De mi az, hogy az a medve beazonosítson? Én nem értettem ebben a cikkben. Tehát, hogy beazonosítson, mint ember. Tehát azt gondolja távolról, hogy te egy nyúl vagy, felrakod a kezed, elkezdesz integetni, ének, és azt mondja, ja, fütyül, ja, mehet. Hát akkor ember. Mert tudja a medve, hogy az ember tud fütyülni? Nem, azt nem tudja, hogy az ember tud fütyülni szerintem, de azt tudja, hogy a szarvas nem tudja felemelni az első két kezét. Nézd már, felrakta a kezét, nincs is agancsa, nincs is szarva, hát akkor ez nem szarvas. Igen, csak a cikkírója azt mondta, hogy fütyüljél, tapsoljál, emeld fel a kezed, és mutasd azt a medvének, hogy te ember vagy. Így van. Aha. Ma most érted? De mert a medve eszköztárában az ember az nem étel, és akkor ott hagy? Hát az étel nem fütyül, nem dúdol, és nem emeli fel a kezét. Biztos, nagyon fura, volt a cikk. Tehát én már csak azt vártam, hogy emelt fel a kezed, kezdj el táncolni, énekelni, és járjál el egy néptáncot. Mert ezt be tudja azonosítani, és képzeld el a szituációt, amikor ott állsz a medvével szembe, így elkezded lassan felemelni a kezed, és akkor azt mondja, brum, 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 no, brum. mókás medve, van-e neki éppen táncos kedve, és aztán érted, hogy jön ki a Viki a házba, és azt látja, hogy ketten a táncoltak egy medvét. Gondold el, a medve is megcsinálja. Maradj ott, ahol vagy! Azt olvastam, táncolni kell! Egyelőre sikerült feltartanom! Menjetek ki a hátsó kijáratot! És a vadász üvölt, ne engedj el a kezét, ne engedj el a kezét! És ott táncolsz egy medvének, érted? Ez mennyire életszerű? Képzeld el! És gondolod, hogy hányan táncolnak most szlovák erdőben, mert hogy azt hallják, hogy valószínűleg ott a medve. Vagy lengyel erdőben is. Mindenki feltett kézzel jár most a szlovák és bármit a magyar határvidéken. Bármi nagyszöröset, vagy beazonosíthatatlant látnak, igen. Vagy esetleg meghallanak valami recsegést, ropogást a bokoromban, arra pillanat minden turista, hogy és jön az erdész egy sima zöld ladadívával, és mindenki feltett kézzel táncol neki. Így van. 3-6 életben megint csak az erdész. De mi van, ha ez az 50 cirkuszmedvéje csak már annyira tagadják, hogy eltűnt, hogy elindult egy ilyen Lengyelországból, jött meg, be van azonosítva, persze. Hát óránként elhagynak állatokat, vagy 2 óránként kiszabadul persze. Állat. Ez nem lehet? És az a cirkuszi medve tud táncolni, nem? Azt tud. Na, hát akkor ha te táncolsz, akkor ő is elkezdi. Az a baj, hogy oda kell gulítani egy nagyobb méretű labdát, és hogyha elkezd rajta hátrafelé sétálni, akkor az 5-ös cirkusz. Igen, vagy gyorsan pelenkázz be magad, kezdj nagyon sikítozni, és ha is barátkozik, akkor azt hiszi, hogy te vagy a majom. A pelenkázott majom. Mikor én ilyet látnék, hogy egy ember feltett kézzel táncol egy medve előtt, valószínűleg elfelejtek segítséget hívni, inkább felveszem. Nem? Tehát most gondold el, kimész, nem tudom, a Börzsönybe túrázni, és azt látod, hogy ott a Kovács család feltett kézzel táncol a medvének. És a medve meg ilyen unottan eszi a málnát. Hát nem hívsz segítséget, hát azt inkább felveszed, nem? Hát egyértelmű, hát iszonyatos like számokat lehetne kapni fel a YouTube-on. Meg nincs veszélybe az ember, hát miért hívná segítséget? Hát táncolnak ketten. Ha? Igaz, jogos. Hát én nagyon-nagyon szerettem ezt a hírt. A legszebb egyébként 1 hónappal ezelőtt, amikor szintén volt ilyen hír, vagy 2, akkor az volt a jó tanács. Hogy hangoskodjál. Hangoskodjál, most már ne hangos, és akkor az volt, hogy ne akarsz szelfizni a medvével. Ezt is leírták, hogy ne szelfizz a medvével. Hát, mondjuk egy bikin biztos, hogy próbálnék kattintani egyet. Ha nem teljesen test közelből, de azért az ember csak megpróbálja lefotózni, nem? Hát azért a medve azért ritkaság. Nem? Nincs sűrűn. Hát nincs, és általában olyan nincs sűrűn, aminek tudod a nevét is, mert hogy ugye Ivónak hívják. Ezzel is érdemes egyébként próbálkozni. De azt a lengyelek adták neki? Igen. Aha. De a medve vajon tudja, hogy ha én felteszem a kezem, én megadom magam? Tehát a medve érti ezeket a jeleket? A medve gondolatolvasó lehet? Ő tudja? Vagy értékeli ezt a gesztust? Hát, hogyha nincsen kő a kezedben, a felemelt kezedben, amit éppen hozzá akarsz vágni. Mutatni kell a tenyeredet, hogy nincsen benne semmi. És azt kell mondani, hogy nincs csíszenni. Most tényleg mit csinálsz? Találkozol, hogy majd elrohansz, nem? Vagy megmerevedsz? Nem jó, mert gyorsabban fut, mint te. De nem kezd el üldözni, hát ez hülyeség. Kaja vagy, hát dehogy nem. A medvének nem vagy kaja. Hát a medve nem. Nem feltétlenül. A medve nem húsevő, nem? Vagy hús, de dehogy nem ragadozó. Hát vagy elébe kell menni a dolgoknak. Hogy? Lefekszel a földre? Nem, meg kell támadni. Nézd meg a torkó harapod, vagy mi? Figyelj, mert a meglepetés az önmagában az nem jó védekezés a medve ellen. Megijeszted? Oda rohansz bele, csimpaszpadsz a bundájába. Mézi jó, ha van nálad is. Ez szerintem hülyeség. Hát hogy viszel magaddal egy adaglépes mézet? Nem, egy maci mézet. A medve egyébként mit gondol az ő identitásáról? Ha egyet kérdezhetnék, én biztos, hogy ezt kérdezni. Mit gondol a medve? Tudja magáról, hogy ő nem az, akinek lát téged? Tehát egy medve és egy ember találkozik, így nézeget téged a kis kapuszt is felsődben. És ez olyan fura ez a csávó ebben, nem tudom, ilyen felsőben. Hát vagy az rajta, hogy te is medve vagy. Én nem ő vagyok. Ha meg tud különböztetni, akkor tudja, hogy ő más. Ha tudja, hogy ő más, akkor tudja, hogy ő egy medve? Hát kell, hogy legyen valami identitása. De milyen identitása van a medvének? Tudom, hogy medve vagyok? Vagy csak lát egy szarvas, és azt mondja, nem, én nem ilyen vagyok, brum brum. De nem tudja, hogy ő egy medve? Ő olyan, mint én, tehát olyan, mint én, akkor mi oda tartozunk, ők nem olyanok, mint mi, ő meg nem olyanok, mint ők. De nem, most gondolj bele, hogy ez egy ilyen érdekes és filozófikus dolog, hogy mit tud a medve. Én lemegyek 4 kézláb. És elkezdek ott egy ilyen medvejelmezben brummogni, oda jön a medve, és és jó, megcsinál. De most csak kérdezem, hogy szedem ott a mállát, mert vicces vagyok, és kimegyek medvejelmezbe. Oda jön a medve, ő akkor megismeri, hogy én is medve vagyok, vagy ha leveszem a jelmezt, tudja, hogy hoppá, hát ez nem mehetünk tovább, mert ő nem medve. Hát szerintem azért csak bepróbálkozik, nem? Szerintem ilyen formás kis popol. Igen, szerintem csak bepróbálkozik. Mert lehet, hogy ezért, hogy gyanús, dönnyús, de jó szűk. Vagy valami, tehát hogy valami, biztos, hogy van benne valami. Biztos, hogy bepróbálkozik. De ez mi ez a hülyeség, hogy produkáld magadat a medvének, mert ő kevésbé eszik meg? Hát ez teljes baromság. De akkor ő tudja magáról, akkor neki tudnia kell magáról, figyelj, hogy ő medve. Lehet, hogy egyébként a medvének a fejében egy totál, tényleg ez a fajta káosz, hogy semmit nem tud, semmire nem tud nevet mondani, hanem hogy ez más, ez nem olyan, mint a többi. Ezt a múltkor kihánytam, most már nem eszem meg. Ja, egyszerűen egy néptáncost kihányt egy medve, ja, és ezért most neked is most kell. A mállára gondoltam. Meg az egresre mondjuk. Érted? Az egyiket szereti, a másikat nem. Szerintem ő tapasztalati úton dönt el mindent. Viszont gondoljunk már bele, hogyha a medve valamilyen tapasztalatába beledöglik, akkor még mi a halálos árnyán átadja az utódainak. Kollektív tudat van. Kollektív tudat? Kollektív medvetudat. Azt olvastam, hogy májusban és júniusban van a párzás. Akkor meg vagy. Aha. Hát felétek van a legtöbb fa, emlékeim szerint. Vagy én nem akarok párosodni egy medvével, én most nem ezen filózom, hogy milyen jó lenne egyszerűen. Nem ez a kérdés, az a kérdés, hogy ő akar-e vele? Szerintem ez a nagyobb probléma. De honnan, tehát hogy milyen identitása van az állatoknak, engem ez érdekel leginkább. Mi az identitásuk? Mit tudnak? Tehát egy ló különbséget tud tenni maga között és egy medve között? Ha én lovagolok és találkozok a medvével, és az én lovam ránéz a medvére, tudja, hogy ez egy másik állat? Ha tudja, hogy másik megijed. Állat, akkor tudnia kell, hogy ő viszont egy másik állat. Ha medvét lát a lovad, akkor megijed. Ha másik lovat lát, akkor nem ijed meg. Tehát tudja, hogy az egy másik állat. Sőt, azt is tudja, hogy félni kell tőle. Igen. Igen. Ez érdekes dolog egyébként. Ez kb. Így van. De minden esetre most a párzási időszakban már akkor gyakorlatilag most kezdődött el. Most kezdődött, májusban kezdődik a párzási időszak. Csak óvatosan. Tényleg. Tehát, hogy senki. Négy közlem ne kezlekedjetek az erdőbe, ez nagyon fontos. Jó? Tehát senki ne közlekedjen négy kézláb az erdőbe, és ne dörgölje oda a farát semmihez. Még ebben az a durva, hogy azt hallgatja valaki, hogy táncolni kell a medvének, tényleg mondjuk kimegy, mert egy jó breaktáncos, hogy ír egy hallgató, elkezdett nagyon helikopterezni a medvének, meg nem tudom, földön csúszni, már a medve párzási időszakban rettenetesen elkezdő, csak azt hallotta, hogy táncolni kell a medvének. És szerintetek nem lehet azzal mondjuk felhergelni egy medvét, hogyha visszautasítod? Hogy? Tehát ha például hogy magadhoz közelengedett. Még futsz az erdőben az ösvényen tőle, hogy egy és kettővé pulzusszám megvan, jó van, még 2 kilométer. Igen, és megjelenik a medve. Megjelenik a medve, de egy nőstény medve jelenik meg. Észrevesz téged. Te ott állsz dermedve. Ott áll szembe, mind a kettőle vagytok dermedve, igen. A medve végignéz rajtad. Lassan megfordul. Lassan lemegy 4 kézlábra. Megfordul. Hát nem utasd, és nem nagyon utasd. Kacéran hátranéz a segge felett rád. És kacsin. Na most, te mit csinálsz? 2 választásod van. Vagy feldühíted, hogy visszautasítod. 3-2-1 visszafelé. És jön utána egy olyan medve, aki te visszautasítottál. Vagy élsz a lehetőséggel. Vagy azt mondod, hogy vagy, és azt mondod, hogy vagy megdöglöm, vagy megdugom. Hát, a fene se tudja, hogy mi a jobb megoldás. Egyébként, ha most az életem között kéne választani, vagy hogy legyen egy kalandom egy medvével... Hát akkor oda mész, és azt mondod, hogy felnézel az égre, keresztethetsz, azt mondja, hogy Szűz Mária, most segíts, és letolod a Nike sortod. Istenem, most lével. Figyelj, nekem 2 gyerekem van. Én még látni akarom egy futás után is a gyerekeimet. Ha a nőstény medve azt mondja, hogy elengedlek, Bali, de legyünk 10 percet együtt, hát te is látni akarod a gyerekedet. Hát most mit választanál? Visszautasítod? Nem. Hát én is szerintem ezt választanám. Jó, én azért megpróbálnám az éneket táncot. Tehát, hogy azért nem egyből úgy indítani, hogy lefeked. Tehát azért próbáljuk meg, hát ha beválik az a cikk, mégis csak mi beszéltünk róla. Brum, brum, Bruno. Tehát azért megpróbálnám az egyes variációt. Ha látnám, hogy a medva még egyszer rám kacsint, hát akkor jönne a B. És közeledne, a menekülés akkor van a... Rohadjál meg... mi a fenét tudsz csinálni? Tehát tök jogos a kérdés. Hát itt, hát... Persze, hát... Városiként, tehát az ember ezt csak elképzelni. Ez csak elképzelni. Hát illetve, bocsánat, rohadjál meg. Mire szétfújod a szőr? Hát mi van nálad futás közben vagy hajk? Mondjuk nem tudom, hogy mi a jobb, ha ez a medve fiú vagy lány. Ha lány. Szerintem. Ha engem kérdezel. Ha lány. Tehát, hogy akkor már legyen lány. Egy medve fiú 600 kilós. A medvelány meg 400. Na jó, de ugyanúgy lehet hátul. Is, ugyanúgy lehet felül. És képzel, és akkor ott még mindig van egy dolog, amivel nem számoltál. Persze, hogy jön a medve és swingerezni akar, és még hoz 3 medvét. Nem. Mi van akkor, ha szűz? Azért az melós. A gyerekek, óvatosan, vigyázzatok tényleg. Próbáljátok meg az egyes verziót, amit ír a cikk is. Nem tudom, hogy kell ezt elképzelni, táncoljatok, énekeljet. És csináljatok úgy, hogy ne kívánjon meg benneteket ez a medve, aki egyébként a Szlovákiában van, tehát most elindult visszafelé. Ez nagyon pozitív, tehát lejött Lengyelországból, megnézett minket, nem tetszettünk neki, és elindult visszafelé, állítólag már újra Szlovákiában, vagy lehet, hogy megy vissza Lengyelországba. De a tánc és az ének, ezt kell megpróbálni először. Bárki találkozik. Bármilyen dal? Tessék? Bármilyen dal jöhet? A medvés. Hát most ki ne talált, jobban szereti az amúri partizánokat, mint a bunkocskát. Hey, te bunkocskát! És berág a medve, hogy ilyet te már nem énekelhetnek. Biztos van valami, aminek jobban bejön, nem? Hát most a magyar mit énekel? Medvés dalokat tud, Fülesmackót tudod, nem? Tehát ilyeneket tudsz neki énekelni, nem? Tehát ezek kellenek. Élte gyöngyhajolány, a magyar. Hát mit tudsz neki? Mi jut eszedbe? Hát most gondolom, de ott állsz egy 600 kilós medvével a királyréten, ha néztek egymásra szembe, fogod a gyerek kezét, a kezedbe vagy vattacukor, hát azért ott hirtelen nem biztos, hogy beugrik most bármi. Most figyeljetek, én elkezdtem gondolkodni most dalokon. Europe Final Countdown. De ne, de az a durva egyébként, hogyha belegondolsz, hogy azért ez egy sokkos helyzet. Mi van, nem jut az eszedbe semmi? Hát megkérdezem a Benit, hogy Beni mit énekeljük. Vagy tényleg nem jön benne ki az omega. Érted? Vagy csak omega dolog jutnak az eszedbe. Gamma polisz vár, basszus, ez se jött be a rohadt életbe. Lengyel dal kell neki. Érted? Akkor váltasz illésre. Nem tudsz mit csinálni. Mi van, ha nem jut az eszedbe semmi? Felmászol egy fára. Tud fára mászni? Igen. A medve rohadt jól mászik fára. Akkor elúszol. A hegyen? Tényleg. De... ez az, úszni nem tud. Aha. Mit csinál? Nagyon Vesd jó. Le magad a földre, és úsz el. Egy ilyen jó kis mulcsos erdei ösvényen. Levetem magam a földre. Azt hallottam, a medve nem tud úszni. Mit csinálunk? Elúszunk. Összezavarjuk. Hát akkor ezt tudod csinálni. Igen, csak az a baj egyébként, a legtöbb medve meglehetősen kedveli a halat. Akkor mi van? Mint ők torkodnál fogva így felkap, mint amikor elkapják a lazat vízrá. A medve rádugrik, és érted, lerántja rólad a bőrödet, és megeszi. A legjobb lenne, ha nem találkoznánk ezzel a medvével. Szeretjük, kedveljük, de drukkolunk neki, hogy visszajusson oda, ahonnan jött egyébként. Lengyelországból. Jó, belvárosi programot mindenkinek erre a hétvégére. Senki nem menjen az erdőbe. Vigyázzatok, szabadban vagytok, így van. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni. Ez történt a Morning Show-ban. Jó reggelt kívánunk, megjött hozzánk Fa Nándor. Hello, jó reggelt. Hello, jó reggelt. Jó, hogy nem mozog. Ó, már rég nem mozog. Már rég nem mozog? Fél napig mozgott, akkor minden, és nagyon, és furcsa volt, de aztán megállt, és kezdtem magam attól furcsán érezni, hogy áll. De hozzászoktam. 110 nap után, amit az ember óceánokon, tengereken tölt, utána csak fél napig mozog a szárazföld. Azt hinni az ember, hogy ilyenkor napokig tart, amíg az ember visszaszokik. Néha egy kicsit viharosabb körülmény után a Balatonon is egy fél nap alatt össze lehet összedni, és sokáig mozog, de nekem most, hát elnézést kérek, de 110 nap után fél napig mozgott. Viszont akkor nagyon. Bementünk ott egy házba, és úgy éreztem, hogy rám dől, és nézegettem, hogy ezt most csak nekem mozog, vagy mindenkinek. De nekem mozgott csak. Ha mondjuk utasként valamelyikünk elment volna veled, nem az a kérdés, hogy meddig mozogna, de az sem, hogy mennyi idő után estünk volna a tengerbe, de mondjuk utasként ez végigcsinálható? Ha lekötsz a kabinba, és azt mondod, nem jöhetsz ki, nem mozdulhatsz meg, üljél ott lent 110 napig. Az egy dolog, hogy összecsinálnád magad gyorsan a körülményektől. Köszönöm, hogy ilyen jól ismersz, és ilyen összekeversz. Ne, hát most itt a hozzászokásról van szó, és azért nem megy az olyan gyorsan. De mindenképpen kell az, hogy akklimatizálódjon az ember hosszan és sokat, és nem lehet csak a déli vizekre úgy lemenni, hogy oda megyek és jó napot, ez olyan, hogy nem lehet 7000-től megmászni az Everestet, hanem föl kell menni és akklimatizálódni kell. Itt hosszan kell ahhoz haladni, hogy az ember egyszer csak majd ott azokat a nagy robogdásokat, a nagy hideget, nagy hullámzást egyrészt meg tudja vitorlázni, másrészt agyilag, szellemileg kibírja. Ez terhelő. De mi nem dolgozni mentünk volna. Hát, nem, csak ott szépen a kajuta aljában. Nagyon téves azt, hogy az utasnak élvezetesebb. Mozog, hideg, vizes. Vagy esetleg ez nem férne bele, hogy a Balázs mondaná, hogy Nándi, akkor én most egy kicsit előre megyek, jó? És viszem a napolajomat, meg a kis törölközöl, kicsit napozok, nem gond? Jó, oké, megvagytok, jó? Oda előre én is csak beöltözve megyek, és kiveri a szememet a víz. De hát... próbáljuk ki. Na, jövőre. Próbáljuk vagy ki, lesz még alkalom. A kis kétszemélyes kis gumicsórakomat rátkötök, és akkor ott megyek utánatok. Húztok, én ott elüldögélek, és megyek utánatok. Egyszer kipróbáljuk ott Barcelona előtt, és ha még mindig kedved lesz, mehetünk tovább. Megjelen a Balázsot a kis izével, gurulós kis bőröngyével. Igen, a kis kézipodgyászommal. Itt vagyok. Hajsütővasat, hova tudom dugni? Na, polaj ez az, igen. Igen. Na, hát azért azt lehet tudni, nyilván humorizálunk, de hogy egy ilyen 110 napos földkerülő vitorlás verseny azért az nem egy leányálom. A nehézségek már az elején voltak. A társad, egy magyar fiú, ő lemondta, nem? És kellett valakit pár nap alatt találnod, hát, akivel neki tudsz vágni? Azt mondta, hogy egy nála tapasztalatomnak átadja a helyét. Aha, tehát pontosan mi volt az ő agyában, én azt nem tudom megítélni, ez hangzott el, de az utolsó pillanatban, vagy az utolsó utáni pillanatban nekem elég nehéz volt, akkor hirtelen leakasztanom valakit. Itt 5 hónapról beszélünk, és valaki 5 hónapig azt mondja, hogy na, jövök. Ez nagyon ritka. És gondolom nem arról van, hogy veszel egy expresszt és megnézed, hogy ki az, aki munkát keres és kereseli kormány. Volt nekem egy, mondjuk egy 6 fős listám. Ennyi a világban, aki erre alkalmas és mondjuk nyitott. Ebből a 6 főből végül az első a Konrád volt, aki fölvette a telefont, és 20 másodpercen belül igent mondott, amire egészen kicsi volt az esélye. Mondjuk annyi, mint megnyerni most az 5-öst. És mi laikusok vagyunk tényleg a dologban, de mik a fő szempontok, amikor ezt néz? Azt mondod, hogy 6 fős lista. Mik voltak a fő szempontok? Bírja, mondjuk 100 napok keresztül a sólet konzerve? Az a szakmai tapasztalatom mondjuk benne van. Volt már ilyen körülmények között, nem éri meglepetés, legyen kellően motivált, és legyen annyira profi vitorlázó, hogy emberileg majd össze tudunk csiszolódni, mert a profizmusnak az is része, hogy egy másik embernek a stílusát, a habitusát, a szagát, a mindent kibírom itt majd 110 napig, vagy ameddig éppen kell. És ezt elhittük egymásról. Én is elhittem róla, ő is rólam, hogy ezt képesek leszünk végigcsinálni. Jól megbeszéltük a filozófiánkat indulás előtt, hogy türelem és tolerancia, ezt fölfestettük képzeletben a falra, és időnként emlékeztettük egymást, hogy nézzél már föl a falra, öreg, és akkor... De ezt már az ordibálás után, gondolom. Emeltebb hang nem. Amikor néha szakmailag, vagy bármilyen egyéb okból nem értettünk egyet, akkor a végső szó mindig az volt, hogy a falat... Aha. De mi vitatkozol ilyenkor, hogy merre menjetek, mennyire húz meg az orvitorlát? Azon többször volt ilyen kis szikrázás, hogy éppen milyen vitorlát húzzunk. Mert a Konrád a maga fiatal tempójával és a maga digitális mániájával engem nézte a képernyőt, ahogy ti, és leolvasta ott a bal alsó sarokba, hogy éppen az most az A2-es vitorlát ajánlja, mert van egy ilyen program benne, hogy milyen vitorlába kéne nekem adott célviszonyok között, szélerő, szélirány, milyen vitorlába kéne mennem. És Wikipedia. Akkor mondta, hogy fölment a netre, megnéztem, mit kéne húznunk, és akkor mindjárt mondta, hogy de hát A2-vel kéne mennünk. Mondom, rendben, hogy te itt kinézed a szemed a képernyő előtt, de nézzél ki is egy kicsit, és nézd meg, hogy milyen felhőzet jön, 20 perc múlva itt letépi a hajunkat a szél. És hát ilyeneken néha összekülönböztünk, mert hogy az alatt a 20 perc alatt is mennyivel gyorsabbak lennénk. Mondom, az igen, de amíg majd éppen letépjük és megküzdünk vele, hogy egybe leszedjük, az meg majd 1 óra lesz, és veszítünk vele. Tehát valahol az elején még voltak köztünk ilyen villanások, hogy ő ezt másképp képzelte, őt tapasztaltabb volt mondjuk a legkorszerűbb programoknak a használatában, én meg tapasztaltabb voltam a felhők olvasásában, és ezt aztán lassan összecsiszoltuk, és ő megtanulta azt becsülni, amit én tudok, én megtanultam azt becsülni, amit ő tud, és ellestük egymástól, tehát sokkal többként érkeztünk haza, mint ketten. És ilyenkor ő morci lett, és bement a kajutba a mackójával? Vagy... De... igen, volt ilyen, hogy bement volt egy felfújható fejpárnája, azt magára kapta, és együtt bánkodtak ott. Igen, ez egy érdekes dolog, azért a 10. napon kiderül, hogy nagyon horkol, nem? Szóval hogy azért az... Hát azért ez elég nagy hajó ehhez. Volt a két fekhely között 5 méter különbség, az egyik oldal, a másik oldal. De ott onnan nagyon nincs visszaút, nem? Szeparációs zóna, és először még úgy képzelt, hogy ő majd mindig a szél felőli oldalon alszik, és váltogatjuk a fekhelyet. Én mondtam neki, nem, te ott alszol, én meg itt alszom, minden körülmények között, én nem szeretném a nyomaidat szaglászni. És aztán ebben megegyeztünk végül. December 31-én rajtolt el a hajó, ha jól olvastam, és pár napig egyébként az élbolyban mentetek, aztán beütött az első krak, egy nagy szélcsend, amivel megálltatok. Pár óráig mentünk. Pár óráig, hát kicsit próbálok túlozni. Alkonyatig jól mentünk, de nekünk volt egy hibás meteotaktikai ajánlásunk, és most ez mosakodásnak tűnhet, de nem az én emberem volt, hanem a Konrád embere volt, egy francia meteotaktikus. De már megvettétek? Még én nem, de nagyon szeretném. Igen. Arra jársz akkor. Ha lesz alkalmam, de én nem tudom ki az illető, mert egyszer remélem a Konrád bemutatja. Szóval azt javasolta nekünk, hogy tartsunk keletnek, és ha lehet, keletről kerüljük Ibizát, mert ott kint majd jobb szél fúj, és akkor alulról körbejárjuk a mezőnyt, és hurrá. Na, mi szépen tartottunk keletnek, ott kint elhalt a szél, part alatt meg elrobogtak a többiek. De egyedül úgy tartottatok keletnek? Mert az egy bátor dolog, ha közben a többiek elhúztak nyugatra. A VR Waterre tartottunk keletnek, tehát azok is rosszul ítélték meg. Ők időben észbe kaptak, egyébként minden ketten végül nyugatról kerültük Ibizát, mert nem lehetett elmenni keletnek, ott még jobban megálltunk volna, hogy fölébredtünk. De akkor még beáll egy szélcsen, csak hogy a hallgatók is értsék, hogy konkrétan mondjuk, hogy beáll egy szélcsen, és mondjuk 2 napig álltok, és nem mozdultok. 4 napig álltatok. Annyira egy helyben, hogy kidobsz egy konzervdobozt, és 4 napig nézegeted utána. Az bosszantó. Mint a szög. Itt azért nem haverkodtatok össze Konráddal egyből, tehát nem ez volt a csapatépités első momentuma. Nem volt ilyen, hogy... Együtt bánkottunk, és együtt sírtunk ezen a történeten. Ő konkrétan annyira frusztrált volt, hogy nem lehetett hozzá szólni, és ez többször előfordult. Én megtanultam egy idő után nem szólni hozzá, mert az úgy... Hamar megfagyott a hangulat. Igen, az első 110 napból már a 4. napon. És de az még nyár a második napon kiderült ez a képesség. Hogy a többiek hol tartanak, és közben ők a nyugati oldalon húznak el nagyon? Tehát arról ti nyilván kaptak információt. A hajók nagy része az a spanyol oldalon húzott el gyorsan, és eltűntek a képből. Egy hajó, a Renault, az átment az afrikai oldalra, és miután láttuk, hogy a spanyol oldalon elfogy a szél, még az a kevés is, ami mondjuk a programban volt, mi is próbáltunk átmenekülni az afrikai oldalra, de mi már nem értünk át. Így középen ott szépen letáboroztunk, és ez 4 napig tartott, mert mindenki Gibraltáron túl kint Kanári-szigeteknél hajóztak, amikor mi kiszabadultunk. Pedig te körömköszakadtáig ragaszkodtál azt, hogy menjetek Ibizára, mert nagyon sok vadul eveztünk. Ibiza már mögöttünk volt akkor. De... Tehát, legalább a pacsába ugorjuk be. Ja, egy 30 éves vagy, és nem akarsz Ibizára. Nem akartam izülni, nem érdekelt. Egyedül előre szerettem volna haladni, de ezt meg nem tudtunk. De végül aztán kiszabadultunk, és mentünk a többieknek a nyomán, de hát nagyon lemaradva. Nincs és az igazság, hogy ezt a... Vészmotor nincs ilyenkor, vagy nem lehet? Motor van, mi nem vész, csak úgy simán. De nem használhatod meg ki. De nem használhatom egyáltalán. Áramfejlesztésre igen, de meghajtásra nem. Lehetne csalni persze, de ez mondjuk nem volt cél. Így aztán lemaradtunk, mint a borravaló, és ez az első éjszakai lemaradás, ez végig kísért az egész versenyt. Utána zónáról zónára, ciklonról ciklonra mindig maradtunk le a szélről, és ez, amit először csak 100 mérföld hátrány, az aztán végül lesz 5000 mérföld. És elképesztő fotókat lehetett látni, amikor is te ülsz a 27, nem tudom, 30 méteres árbocnak a tetején, és éppen szerelsz valamit. Ez egy teljesen hétköznapi szituáció, hogy a legnagyobb viharban 10 méteres hullámoknál neked a 30 méteres árbócon kell éppen szerelned valamit? Igen, ez sajnos ott egy eléggé hétköznapihez hozzá kell szokni. Ilyenkor kőpapíroló vagy hogy döntötök, hogy ki megy föl? Munkám múlik, hogy éppen mi a feladat. Ha csak kötélmunka volt, akkor fölküldtem a Konrádot, hogy mégiscsak fiatalabb volt, de amikor szétbeesett az árbóc teteje, és nem volt nagy vitorla felhúzunk, akkor én mentem föl ezt megcsinálni, mert ez a fajta kreativitás az inkább rám jellemző. Meg te tervezted a hajót, te is meg hát az én hajóm, és amikor kockázatos volt, akkor inkább magamat szerettem kockáztatni, mint mást, és akkor nem engedtem a Konrádot, de volt egy olyan szituáció, amikor lefejeltem az árbócot, és szétnyílott a fejem, akkor olyan volt az időjárás, hogy egész egyszerűen nem engedtem őt föl. Az, hogy olyan az időjárás, ez nyilván számunkra szinte értelmezhetetlen, felfoghatatlan, tehát mondjuk az ember sétál a gyerekkel a Margit-szigeten, és jön egy nyári zápor, azt tudja, hogy az kellemetlen, de nem ugyanolyan, mint lent, nem tudom, a Honfoknál mondjuk 20 méteres hullámokban. Hogy tudsz konkrétumokat mondani, hogy mondjuk a szakasz legdurvább része a Honfok, ott például hogy kell elképzelni egy zord 3 napos kis átkelést? Nekünk érdekes módon New Zealand előtt, mielőtt kikötöttünk a New Zealand, az utolsó éjszaka volt ilyen kicsit durva, akkor 58 csomós szél fújt műszer szerint, ami nyilván ennél több volt. 11-2 az kilométer per órában, bocsánat, csak hogy az 58 csomót... 110 kilométer. 110 kilométeres szél a nyílt vízen, és mekkora hullámokat jelent ez? 10-12 méteres hullámok. Oh. Jézus Mária, én is láttam mekkora. Hajó lelassíthatatlan ilyenkor. Ezt tudni kell egy versenyhajóról, ezen nincs fék. Nem lehet betaposni és akkor megállni, hanem az visz, mint a rongyot, és akkor gyorsan haladtunk ott a hullámok között. Miközben tudtuk, hogy a hajó sérült, de hát ez később is sokszor volt így, hogy döntenünk kellett, hogy ilyenkor most hogy erőszél, egy 70 csomós előszél elől menekülünk, vagy kíméljük a hajót. Valaki áll a kormánynál, és próbálja irányba tartani, ne boruljatok föl, valaki pedig elől, és ordítotok, vagy halljátok egymást? Igen, Mr. Baines állt a kormánynál, ez az automata kormány. Automata kormány van ilyenkor. Aha, ezt sem tudtam, hogy van aki ilyen. Az éjszakában jobban vezeti a hajót sokkal, mint mi. Ez volt, és mi meg hát törtük a fejünket, hogy akkor most mi a legjobb taktika, be kellett ott találnunk egy szorosba, a Stewart Island és a Új-Zéland déli sarka között, amit sikerült hajnalra megcsinálni, és elég furcsa viszonyok keletkeztek, mert amikor mondjuk 10 méteres hullámzásba kifogy egy pillanat alatt a szél alólad, az a legrosszabb. Amíg fúj a szél, stabilizálja a hajót. Aztán megáll a szél, a hullámzás marad, és akkor szétver mindent. Akkor billegsz, csattog, az a legszörnyűbb. És ott volt egy-két óra ilyenben részünk, és aztán végre rátaláltunk a bejáratra, bementünk a kikötőbe, de hát ott is olyan volt, hogy egy 5 csomós áramlat kifele, 40 csomós szél befele, siklásban mentünk a szembejövő hullámokba, és hát az is éppen elég kellemetlen volt, de végül sikerült átverekednünk rajta. De hát ez a megálló, ez még rátett az addigi hátrányunkra, úgyhogy nem volt elég, hogy időjárási zóna hátrányban vagyunk, még ott elment ezzel plusz 6 napunk körülbelül. Van olyan, vagy volt olyan pillanat a 110 nap alatt, amikor mondjuk még téged is meg tudott ijeszteni a természet? Vagy azt mondtad, hogy hú, na most picit félek? A természet az folyamatosan működik, ahogy működik, hogy te mitől ijedsz meg, az a te magánügyed. Én nem vagyok ijedős. Az, hogy az agyammal tudom, hogy mi történhet, az nem jelenti azt, hogy ettől elkezd rezegni a térdem. Szóval én nem ijedtem meg semmitől, az attól még igaz, hogy az ember pontosan tudja, hogy mi történhet. Elég jó fantáziám van hozzá. És miután a honfok előtt egy olyan 1000 mérföldre elkezdtek törni a tőkesúly csavarjaink, akkor második tört le. Ott elég jó megvolt nekem az a kép. Ugye a tőkesúly nem biztos, hogy mindenki tudja, az, ami lefelé húzza a hajót. Hát az, ami a balanszt biztosítja a hajónak. Ha a csavar eltűnik, a tőkesúly leszakadhat? Leszakad, de a hajó felborul, és vége a történet. Ti ki vagytok kötve a hajóhoz egyébként egy ilyen viharban? Én nem. A Konrád sűrűn kikötötte magát, de nekem más a filozófiám. Én nem szoktam kikötni magam. Ha valaki esetleg nem érted, a tőkesúly az, amiben a pogány madonnát elrejtett. Nem ebbe, hanem egy hasonló. Mi nem csempésztünk már. Ez tetszik nekem, hogy te nem, a Konrád igen. Ez egy életfilozófia, hogy az ember azt mondja, hogy én nem jöjjön, aminek jönnie kell, én nem tettem ki magam. Nem, egyfajta olyan filozófia. A Konrád egyszer hajózott valakivel, aki leesett a hajóról, és neki ott kutatni kellett az éjszakában, vagy valami, és megtalálta. És neki ez egy olyan élmény volt, ami miatt a mennyasszonyának megígérte, hogy ő mindig be fogja kötni magát, és a tükörsima vizen is bekötötte magát néha, eleinte, aztán erről leszakott később. Én nekem meg az a filozófiám, hogy aki azt szokja meg, hogy be van kötve, és félkomásan kimegy néha akár pisilni, és nincs bekötve, de azt hiszi, hogy be van kötve, annál nagyobb baj nincs. Úgyhogy én inkább ahhoz szoktattam magamat, hogy nem vagyok bekötve, és kapaszkodni kell. És amikor rossz volt az idő, még pluszban be is kötöttem magamat. Az olyan dupla biztonság, mint amikor azt hiszed, hogy biztonságban vagy, és nem. De vannak olyan pontok, ahol effektívek is tudnak benneteket menteni. Tehát például egy honfok, mire te ott beesel, mentőhelikopter, hát tehát nem ilyen nincs, nem? A honfok előtt, a honfoknál már ott a chilei biztonsági szolgálat azt tud segíteni, de hát mi jóval előtte, ott 2000 kilométerrel előtte kezdtünk bajba lenni, és ott bizony nem nagyon tudnak segíteni. De most főleg, ha az a ciklon utolért volna bennünket, ami kergetett minket. Menekültetek egy ciklon elől? Igen, egy óriási ciklonnak a 70 csomós szele elől menekültünk, és a routingunk azt mutatta, hogy folyamatosan 3-4 óra előnyben vagyunk, és úgy érünk oda a honfokhoz, hogy 3 órával előtte átmegyünk a honfok alatt, és ott a szél délnek fordul, mert az andesek lenyomják, és mi kimenekülünk előle. Ez megtörtént, jelentem, de ez egy ilyen 1000 mérföldön át kergetett bennünket, és miközben nekünk ott a tőkesű csavarok miatt kellett volna kicsit kímélni a hajót, ekközben hát eresztettük neki, hogy ezt az idő előnyünket meg tudjuk tartani. Ha már szóba hoztad, csak azért merem megkérdezni, hogy ha két kézzel kell kapaszkodni, akkor technikailag egy pisilés hogy néz ki? Hát akkor összebrúnyálod magad, olyan egyszerű. De nem kell. Ez azért volt az a szituáció, hogy egy kéz legalább szabad volt. De az nem is kellett segítséget kérned egyszer sem. Nem. De amikor ennyire szigorú volt az időjárás, akkor olyan vízmennyiség jött, ment a kormányállásból, hogy odász az ajtóba, és eléreztek. Jó napot, és folyamatos a mosás. Volt olyan pillanat, amikor azt gondoltátok, hogy nincs tovább, mert a hajó nem bírja, vagy ti nem bírjátok? Olyan, hogy mi nem bírjuk, olyan nem volt, de gyakorlatilag úgy vitorláztunk le 8000 mérföldet, hogy bármelyik hullám lehetett volna az utolsó, és ezt tudtuk. Szóval ez egy borzalmasan frusztráló érzés, senkinek nem kívánom. Én ezt nagyon megszenvedtem, és soha életemben nem szeretném, ha visszatérni. Neked azért is, ugye, mert a hajó tervezés. Hát az én gyermekem a hajó, meg az életünk múlott rajta adott esetben. Ezt most össze lehet kapni úgy, hogy indulj vele? Hogyne, persze. Most holnap megyek vissza Barcelonába, és ripityomra szedjük, árbóc ki, tőkesúly ki, és darabokra szedjük, és kezdjük újraépíteni az egészet. Tehát át kell tervezni? Nem, áttervezni nem kell. Van egy-két dolog, amit módosítani kell, azokon dolgozunk, vízbalasztrendszer, úszonyok. Ezeket korábban én már leírtam, hogy milyen módosítás kell ahhoz, hogy versenyképesebb legyen a hajó. Ezeket megcsináljuk, de alapvetően csak inkább az elromlott dolgok javításáról szól ez most, de ez 2 hónap munka azért. Vannak olyan tengerész hagyományok, amiket mondjuk ti ott ebben a 110 napban megtartotok, hogy ha megkerülöd a Hornfokot, ha megkerülöd a jó reménységfokot, van egy olyan hagyomány, hogy... Egyenlítőnő jóságbe rúgtuk egymást. Tényleg? Annak ellenére, hogy ez nekem mondjuk a 8. volt, a Konrádnak a 7. Nézett rá, mert nem értette, hogy mit akarsz. Ebben azért, hogy egyet értettünk. Volt egy ilyen. De voltak bizonyos fokok, ilyen mérföldkövek, ahol egy csokival megünnepeltük. És akkor én megkínáltam őt egy csokival, ő megkínált engem a felével, és akkor ott jó megünnepeltük mondjuk olyan fokot. Voltak ilyenek, a Leeuwenhoek, Ausztráliánál, Tasmania, vannak ilyen inkább lelki állomások ezek, hogy túl vagyunk az út felén, van egy ilyen, a Csendes-óceánban van egy pont, ami a legtávolabbi pont mindenhonnét, ez a legmagányosabb pont, ez valahogy így is. El sem tudjuk képzelni, hogy ez egy ilyen lehetetlen, fantasztikus egy navigációs pont csupán, de amikor elmentünk mellette, akkor attól kezdve már közelítesz vissza a civilizáció fele. Úgyhogy azt is megünnepeltük egy darab kacsokival. Az milyen, amikor hetekig senkit nem látsz, és senkivel nem találkozol? Hónapokig. Hajót se, semmi. Hajót se, senki. Tehát ott van Konrád, nyilván már sok mindent megbeszéltetek, mondjuk éppen nyugival, és hetekig nincsen. Nagyon sokat beszélgettünk, de volt olyan, amikor nem, mert hát pihenni is kell valamikor. És ott lenne a déli vizeken, bizony úgy érzed magad, mint egy idegen planétán lennél. Az nem a földgolyó. De jó vagy inkább nyomasztó? Nem, az nem jó. Nem jó, az normális ember nem szereti, és mi azok vagyunk. Nem, ez nyomaszt, a teljesítmény miatt mész oda, és igazából senki nem szereti. Hideg van, minden vizes, óriási hullámok vannak állandóan, fúj a szél, ha nincs szerencsét szemből. És hát hajóztatok olyan részeken, ahol hótaposóban kellett aludni, nem? Annyira hideg van. Tehát nem csak a... Én hálózsákban, vizes hálózsákban, hótaposóban, vízhatlan ruhában teljesen beöltözve próbáltam aludni, de hát ez azt jelenti, hogy mondjuk ilyen félálomba szendereksz perceket. Ez a pihenés. És azon gondolkoztatok, hogy miért volt ennyi technikai hiba? Tehát ez egy rendes dolog, hogy van egy hajó, amit az ember épít, és igen, az első nagy útján ezeknek ki kell jönni. Vagy valami félrecsúszott kicsit. Van egy része, amelyik így van. Aztán volt egy része, ahol dühöngtem, nem kicsit, nagyon, ahol drága dolgokat megveszel sok pénzért, és rájössz közben, hogy valaki link volt, átvertek. Mert nem úgy csinálták meg, ahogy elvárható lenne, és mindig valakinek a hozzá nem értése, vagy vagy rossz szándéka, vagy a lustasága miatt te nagyon nagy árat fizetsz ott kint. És mit eztek például ilyenkor? Mit visztek magatok? A konzerveken éltek 110 vagy 150 napig? Vagy, hát, vagy egyszer Konrád főz, egyszer te főzöl? Vagy? Hát mindegyünk főzött magának, a Konrád vega, én mindenevő, és mindegyünknek ilyen mélyhűtve szárított zacskós élelmiszer volt az alap. Ez a liofilizált, az annyi, hogy van egy zacskód, annak a tartalmát beöntöd egy ilyen termoszszerű edénybe, hozzáöntesz 3,5 deci forró vizet, 10 perc múlva kész az étel. Magyar konzervet hittetek? Nem. Valami hosszú évekkel ezelőtt olvastam veled egy interjút, és annyira megragadt benne, hogy mondtad, hogy a magyar konzervek világhírűek, illetve világszínvonalúak, csak méreggel vannak tartósítva. Ez pontosan így volt, és ezzel mérgeztük magunkat évekig, de ennek vége van. Egyetlen darabot sem vittem magammal, és a jövőben sem fogok, miközben világhírűek és klasszak. Na, egy szponzort megint vesztettek. Egy jó lőcsús pedig mi? Nagyon sajnálom, szurkolok mindenkinek, de hát Én nem, már nem engedhetem meg magamnak ezt a luxust, hogy konzervet tegyek, ha még élni akarok kicsit. Tehát maradunk a liofilizáltnál, és az egyéb ilyen eltartható, száradott mindenféle élelmiszereknél, de egy idő után rájöttünk, hogy összesen 1800 kalóriát eszünk naponta, és fogytunk durván mind a ketten, és ez meglepetés volt, meg kicsi betűkkel volt rajta nagyon ezeken az acskókon, hogy mennyi benne a kalória, és kevesebb volt sokkal, mint amire számítottunk. Olyan nem volt, hogy megkérdezted magadtól, hogy milyen fenét keresek én még itt, és hogy miért csinálom, és hogy mit akarok ezzel bizonyítani még egy év után? Pontosan tudom, mit keresek ott. És hol a fenében vagyok? Nem először voltam ott, negyedszer, és tudtam, de amúgy sem vagyok ez a típus, aki azon mérgelődik, hogy vajon miért csinálom, amit csinálok. Azért csinálom, mert szeretem, és az összes negatívum a hidegével, keservével együtt szeretem. Van egy csomó minden, beleértve a szerelmet is, aminek van árnyoldalai, és azt vállaljuk a jóért. Hát ilyen a hajózás is, és az, hogy lent ott hideg van, ez nem egy nagy meglepetés. Hát ez van. Soha nem bántam meg, és soha nem kérdeztem ilyen hülyeséget magamtól. Volt olyan, hogy a Konrád egyszer berepült a kabinba, és azt hitted, hogy ott a vége, mert hogy ezt nem éli túl. Az viharban történt? Fejjel. Hát erős szeles. Erős szél, igen. Korábban már szóltam neki többször, hogy ne fejjel jöjjön be, hanem háttól. Hogy ne szerepeljen már feleség. Ne dobja már fel a hangulatot. Mert a fej az nagyon kemény fejű legény, de mégse. És ott akkor éppen úgy jött be, és elcsúszott a keze a fogantyún, és tényleg fejjel érkezett le a bordára és a vállával, úgyhogy ott mindjárt el is vesztette az eszméletét. A válla kiugrott, aztán visszaugrott, ahogy megmozdult. Fölébredt, elmondta, mi történt, én ott éppen levideóztam, aztán visszaájult. Elég furcsa volt, amikor visszaájult, hirtelen sem tudtam, mit kezdjek vele, de aztán egy idő után fölébredt újra, és aztán 2 hétig ápolni kellett. Nem tudott megmozdulni sem. Azt olvasom, hogy egyszer neki ütköztetek valaminek, aminek nem tudtátok, hogy mi az, vagyis összetört a kormány összekötő rudat. Egyszer nem tudtuk, mi az, az egy ilyen UFO volt, egy nagy fekete valami. Ilyeneket nem mondja létszés, Balázs nagyon fogékony a témára, nem valami volt. Én hívő vagyok, hogy kevésbé. A víz alatt úszott valami nagy fekete? Az UFO-nak az ismeretlen eredeti tárgyat hívjuk ott. Tehát egy ilyen ismeretlen eredetű nagy fekete tárgy volt, ami fölütötte a kormányunkat, ott vannak ilyen biztosító csavarjai ennek. Fölment, ez nem lett volna baj, csak az összekötő rudat eltörte, és a gömbcsuklókat elgörbítgette. De később is ütöttünk még ilyet, amiről viszont tudtuk, az nem UFO volt, mert halászháló, vagy egy nagy halászháló csomag, de ugyanúgy problémákat okozott, és szerencsére az már nem törte el a kormányunkat, de meg kellett állni hozzá, és tolatni kicsit, hogy megszabaduljunk tőle, és ilyen volt még 2-szer. Szóval azért sajnos az óceán tele van ilyen úszadékos szemetekkel, és nem mind kicsi, sőt, többségük nagy. Ilyenkor hollywoodi jelenetek beleférnek, vagy lehetnek, hogy akkor a fogait között egy késsel leugrasz a hajóról, lemész és levágod a rágubancolódott hálót? Hát ennél még durvábbak is lehetségesek. Szerencsére itt most nem kellett, mert minden tolatásnál megszabadultunk ettől, amitől kellett volna. De nyugodtan össze lehetne jönni, ha tudsz egy ilyen hollywoodi embert, meg számba veszem a kést, lemegyek neki, csak mozizzon. Azt lehet olvasni, hogy ilyen kilométeres szemét hegyek úsznak az óceánokon, és hogy ezek csak ott úgy gazdátlanul ilyen kilométeres nagy, nem tudom, szigetekbe összetolódva ott úsznak. Ilyenek találkoztatok? Ilyen szigeteket. Szerencsére ilyen? Nem. Sok szigetet láttunk, sok ilyen úszadékot láttunk. Meglepetésemre most az Atlanti-óceán az Egyenlítőtől egészen az Zöldfoki szigetekig tele volt hínárral. Alig tudtunk menni tőle, óránként, fél óránként meg kellett állni, lerázni magunkra, mert ilyen hegyekbe összerakódott. Irdatlan mennyiség. 900 mérföldet mentünk egy hétig, úgyhogy fél óránként meg kellett állítani a hajót és lerázni a hínarat. Borzalmas volt. Nagyon utáltuk. Szemétből is sok van, úszik, de ezek az összerakódott szigetek, ezek most éppen a Csendes-óceánban Japán mellett vannak. A Japán összes szemete ott tockál az óceánon, és ez elég szomorú. Te változik az óceán klímája? Ez azért lehet? A hínár az igen. Meggyőződésem, hogy melegebb az óceán, és azért lett ekkora virágzás, mert korábban a Szargaszótengeren volt ugyanez a hínár típus, de ez egy aránylag lokalizált volt, most meg az egész óceán tele van vele, borzalmas. Na, és őszintén, mikor hangzott el az a mondat először a szádból, hogy Konrád, hát még csak a 90. nap? Hát a 90. napon. De elhangzott 89. Nem baj, hogy megfogod a combot, de ki van a kormánynál? Nem. Konrád, ki van a kormánynál? Mr. Bane. Nem, ilyen nekiben nyasszonya van, nekem feleségem, és én öreg vagyok ehhez már. Legyünk azért, férfiak azért 110 nap a 110 nap a rohadt életben. Hát azért az egy hosszú idő, nem? A fene vigye. Hát azért az egy hosszú. Egyetért. Hosszú idő. Majd a mennyasszonymra gondolok, Nándi. Tudod mit? Nem is. Hát nekem fogalmam nincs, hogy mit csinált a Konrád, amíg én aludtam. De valahogy megoldott ezt a problémát. De volt olyan, hogy jobban mosolygott, amikor felébredt? Nem, olyan, amikor gyanúsan viselkedett volna, ilyen nem tűnt fel. A fáradtság jeleit láttam rajta, de ilyenfajta... És az az ápolás mi volt? Az azt mondtad, hogy egy hónapig kellett ápolod? Nem lehet, hogy csak 2 hét volt benne, csak nagyon élvezte? Nem, egy hónapig, 2 hét volt, és körülbelül... Itt is nagyon fáj, és nagyon bibis, bibi. Nem ilyen volt. Alapvetően az volt, hogy ő nem tudta az ágyat elhagyni, mert nem tudott kapaszkodni. Az egyik válasz korábban műtve volt, azt féltette, a másik meg teljesen hasznavehetetlen volt, hogy nem mert kijönni a hajóból egy darabig. De aztán később jött, és már tudott segíteni is, de egy jó hétig kellett a vördöt hordani hozzá és el tőle. Úgyhogy ez egy feladat. Fizikailag, bocsánat, hogy szólok, fizikailag hogy készültök egy ilyen hosszú útra? Hát róla tudjuk, hogy szereted, ugye? Hát igen, de nem azért lehet. Valahogy a kondit karban kell tartani. Persze. Hát az ember folyamatosan sportol valamit. Adott esetben én gázmaszkba beöltözve köszörültem a hajóba, ez nagyon jó sport. Menet közben sok mindent felszedezem be, de nem lehet erre úgy felkészülni, hogy most 2 hónap múlva megyek, és akkor elkezdek bicepszelni valahol egy fitnessteremben. Életmű mindenkinek. A Konrád is triatlonista volt, hegyi bringás volt, vitorlázó volt, sok minden volt, és fantasztikus fizikuma van. Én 50 évig sportoltam, fizikai sportokat, úgyhogy nem ért semmiféle meglepetés. Hamar visszajön, az izmaid emlékeznek. Tehát az, hogy én előtte jöjjek, menjek, futkározzak, súlyzozzak, teljesen fölösleges, itt mással kell készülni. Most ahogy hallgatlak téged, azért azon gondolkozom, hogy te egy elég racionális pali vagy, aki tudja, hogy helyén kell kezelni az érzelmeket, nem kell túl sokat, munka van, meg kell csinálni, hajózni kell, túl kell élni. De mégis volt olyan pont ebben a 110 napban, amikor a természet lenyűgözött, amikor megálltál egy pillanatra, amikor közelebb kerültél ahhoz, amiben hiszel, amikor rácsodálkoztál, hogy úristen, itt vagyunk, és amit látok, az fantasztikus, ami nekünk nyilván értelmezhetetlen, mert az ember ilyet nem lát, sajnos, bár csak egyszer láthatnánk. De amire te is azt mondtad, hogy na ez egy szép pillanat, vagy egy megható pillanat. Folyamatos. A természet folyamatosan lenyűgöz. Amikor megmutatja, lenyűgöz, hogy milyen erős, vagy milyen szép. Folyamatosan azt érzed, hogy epizód vagy benne, nem vagy otthon, a természet ez működik, irdatlan energiák és erők mozognak, és az egyetlen feladat, hogy valahogy megúszd. Aki oda megy nagy fityekkel, hogy ő majd jól legyőzi a természetet, az vagy bolond, vagy meghal. Szóval annyira hatalmas, annyira markáns, annyira érzed, hogy alattad 5000 méter víz, körülötted 1000 kilométerekre semmi, fölötted a Jóisten, és jönnek a felhők, és én Zeus papával, és mit tudom én, folyamatosan kommunikáltam, igen, hát nevezzük bárminek. De előbb-utóbb rájössz, hogy mindig magaddal beszélgetsz, mert hát senki nem válaszol, magadnak válaszolsz, egyébként meg non-stop lenyűgöző a természet. Ha egyszer kipróbálnék így, nyilván nem 110 napig, mert az ember nem tudja végigcsinálni, nincs meg a képesítése, de az pont ez a pillanat, amikor egy olyan viharban lehetsz ott, vagy amikor azt érzed meg, hogy ugye itt az ember azért már viszonylag elhatárolódva él a természettől. Ha fázol, begyújtasz, fedél van a fejed felett, nem érzed. De ott kint a tengeren egyszer csak rájössz, hogy milyen erős a természet, és milyen pici vagy te. És azért ezt megtapasztalni szerintem a legnagyobb tanulás. Nem? Amitől az ember eltávolodik itt a városban. Megváltoztatja az emberek jellemét, úgyhogy alapvetően nekem régi filozófiám, hogy minden politikust egy kis csónakba 3 napi hideg jelenemmel ki kéne lökni egy hétre az óceánra, és másképp gondolkodna azonnal minden. Erről, főleg az embertársairól. Az biztos, hogy nevelő hatású, és nagyon mélyen elgondolkozol, és régi mondás ez, hogyha azt akarod, hogy hívővé váljon valaki, akkor vidd ki a tengerre, mert ott azzá válik. Én magam érdekes filozófiával létezem a világban, keresztényként, hívőként, de mégiscsak másban hiszek, de ott kint azért elkezdesz beszélgetni Istennel, ott nincs kegyelem, ott előbb-utóbb rájössz, hogy rajtad kívül ott van valami szervező erő, aki valamilyen módon ott irányítja a dolgokat, és ebben az egész rendszerben mi ott egy egy ilyen epizódszerű molekula vagyunk. A legjobban ez érdekelne ebben, hogy ezt egyszer, egy órára, egy napra, 3 órára. Ez annyira markánsan megjelenik a lelkedben, hogy kérdés sem merül fel. Fantasztikus. Szóval nem kell törni a fejedet rajta. Következő túrára a segéderő. Nyilván nem lehet végigcsinálni, még nem is erről gondolok, beülök, csak egyszer egy ilyen vihart az ember átéljen, egy olyan szakavatott ember, amikor meglátod, hogy milyen pici vagy és milyen erős a természet. Azt szerintem megváltoztat egyébként biztos. Egy életre. Mi a következő, ahova mentek? Megyek. Még igazából a következő idei verseny, 2 verseny van még nekem, mindegyik páros, de még nem tudom kivel megyek. A Konrád most dolgozik a saját programján. Én megyek vissza a hajót átépíteni, és valamikor augusztus végén van egy úgynevezett Fastnet verseny, ez Anglia és Írország alatt ott egy oda-vissza, ez egy nagyon híres és nagyon fontos verseny, benne van a világbajnokságban. Nagyon remélem, hogy elkészülök rá, és október végétől november elején valamikor, nem tudom még mikor rajtól, ez a Trans-Atlanti, ez egy Trans-Atlanti verseny, az még benne van a programunkban, oda is szeretnék elmenni, az már egy hosszabb falat. Ez a 2 van idénre, mind a 2 kétszemélyes. A második után van egy hazaverseny, az szóló verseny, az egy kvalifikációs. Jövő évben meg egy csomó egyéb verseny van még, és felkészülések a Vendée Globe-ra. Mondd vissza. Vendée Globe. Az egy leghíresebb földkerülő vitorlás verseny, ott talán egyedül vagytok, ugye? Az szóló. Szóló most a földkerülő, az a legkeményebb. Igen. És a legjobb társaság. Az a legjobb társaság, igen. És hát ott kezdődik az ember embernek lenni, amikor szereti a maga társaságát. De egyébként igen, szóval, hogy itt filozofálunk, de hogy nem vagy többet egyedül egy óránál saját magadban. Vagy telefonálsz, vagy e-mailezel, vagy valaki van a környezetben. És van, akit nem hagyhatsz magára a saját társaságában, vagy baj csinál. És ott vagy a saját fejeddel, a saját gondolataiddal, a saját démonaiddal. Fú, na az is mekkora tanulás. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, jó volt hallgatni. Köszönjük szépen, és hát nagy kalappal a következő versenyekre. Fa Nándornak köszönjük szépen! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Csendes-óceánnal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival.